Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Jó reggelt, szevasztok, 12 perccel múlt el éjfél az órám szerint. Aha, meg? Na majd kicseréljük azt is. 6 óra múlt 12 perccel. Sziasztok, jó reggelt. Hát az a helyzet, hogy egyelőre csak ketten vagyunk bent a stúdióban Ferenccel, mert ugye sajnos a Sebestyén családot is elérte most egy picit így a betegség, úgyhogy Balázsik órával később érkezik majd. Hát szerintem ez most mindenhol veszélyezteti az élő populációt. Nálunk is az van, hogy most... élő populációt. Nálunk is azért van otthon kölygés, prüszkölés. Én még azért tartom magam, de a biztonságkedvéért tegnap este már külön aludtunk a nejemtől, de természetesen ez csak egy ürügy volt. Gondoltam, hogy tovább tud nézni a kedvenc oldalaidat. De nem akartam elkapni tőle, és elkezdett így köhigcselni, de a kislányom meg sajnos már ugye hétközep óta otthon van. Nagyon oda kell figyelni, főleg azoknak, akik össze-vissza mászkálnak azért a városba, és emberek között is vannak. Én meg ugye előszeretettel használom használom a BKV járatait hosszú évtizedek óta, úgyhogy oda kellett nekem is erre a dologra figyellem, úgyhogy, és akkor ilyenkor előjönnek persze a szokásos, a kényeztetjük a betegeket kategóriájú ilyen kis dolgok, így hazatelefonálsz, hogy mit vigyek kincsem, egy somló jó lesz, vagy inkább legyen vagy fekete erdő. Mind a kettőből hozzá. Igen, mert még nem tudom, hogy melyiket szeretném. Igen, jobban. Jó, talán mind a kettő lecsúszik, de ez még nem biztos. És ilyenkor bizony az egészségeseknek kell talpon maradni és helyt állni. Bizonyám. Egyébként ugye, ami Gáborunkat az elmentes övezetben kicsit meg is kell fedjük, hogy tegnap hozta a varázsszer. Ja, csak tegnap. Azt mondták, hogy ugye a varázsszer, amiről beszélünk, az a tüzes vízzel nevezésű vegyi fegyver, amit tegnap mutatott be itt a Gábor stúdióba, hogy valakit esetleg érdekel, szerintem sokakat érdekel. A receptje, az fenn van a Facebook oldalunkon, az a lényeg az egésznek, hogy ahogy a Gábor elmondta, hogy egy csésze torma, egy csésze fokhagyma, egy csésze csili, és egy csésze... torma. Ja, igen. De ezt nem mondtad. Torma, fokhagyma, csili és... Gyömbér. És mindez almaecetben. 2,5 liter almaecetben. 2,5 liter almaecetben. Fie, ölni lehet vele olyan. Nagyon kell vigyázni rá, hogy ne fröccsenjen ki otthon a konyhában, mert átmarja a metlakit. Tehát az Ákos is fogyasztja, én is fogyasztom most már. Most reggel éjgyomorra bevettem. Éjgyomorra és szűztorokra, ahogy mondani szokták. Azt próbáltam megoldani, hogy ne kerüljön a nyelvemre. Aha. Hogy amikor hogy beszélgetünk egymásra 4 órán keresztül, ne legyen az, hogy egy picit olyan nem őszinte a mosolyotok, ezért rögtön a torkomra üblítettem. Na hát. Ennél jobb ötleted nem lehetett. Komolyan mondom, mintha izzollávát ittam volna, elképesztően durva, de a Gábor váltig állítja, hogy ez egy ilyen természetes antibiotikum, igen, majdnem afrodiziákomat mondom, mert nekem állandóan az ilyesmi jár, az eszem, de hogy egy antibiotikum, és hogy ha valaki ezt fogyasztja, akkor biztos, hogy el fogja kerülni minden betegség. Na most mi ezt egy picit később kezdtük el most jött meg. Nem baj, legalább a jövő hétre már nem lesz senki beteg, meg új is itt a hétvége, lehet pihenni. Viszont van egy elég komoly baleset az M5-ösön, a 30-as kavicsnál Szeged felé autó a belső sávban, és a tetején van ráadásul, úgyhogy alakul a sor, ezt most már nagyon sokan megírták, Csucsu és Gábor is többek között, és van még egy ilyen autós történet, a Flórián felüljárón a kanyarban törött autó a Pest felé vezető oldalon, nagyon csúszik, ez pedig Paki írta nekünk, és az ugye a befelé vezető forgalomban elég komoly lesz majd elég. Komoly lesz a Czóresz, ahogy jönnek ugye Budáról, Pest felé, Szentendréről. Ne rontsátok el a hétvégéteket egy csúnya balesettel, semmiképpen sem méri meg a dolog, annál is inkább, mert hogy egész jó idő lesz a hétvégén, és hogy nyilván, ahol betegség van, vagy beteg van, akkor valószínűleg otthon fogja tölteni az egész hétvégét, tehát őket nem érinti nagyon a dolog, mi se fogunk tudni sehol venni, marhára örülök neki. Ők vajon a péntek 13-ára fogják? Ja tényleg, basszus, péntek 13-a van. Ez a két autós, hát nekik már nincs jó napjuk, az biztos. Péntek 13, bejutsz reggel, kellemetlen. Nem foglalkozunk vele, nem érdekel. Én most utána olvastam egyébként, hogy mi a története ennek a péntek 13-nak. A péntek az azért lett ilyen szerencsétlen, mert akkor voltak a kivégzések középkorban. Aha. Jött a bakó, jól induljon a hétvégén mindenkire. Szórakozás, kenyeret a népnek. A 13-a meg állítólag azért, ez még viccesebb, mert hogy 12 hónap van egy évben. Igen.
és hogy az milyen szerencsés, tehát az a tökéletes szám, és ami utána jön, az nyilván a tökéletlen. Érted? Így ez volt, ezért találták ki a 13-át, úgyhogy ezek miatt vagyunk most egy kicsit stresszben, de szerintem meg annyira nem kell vele foglalkozni, ezt is túl fogjuk élni, remélem. Még általában szokták mondani tényleg, hogyha sokat agyal valaki ezeken a szerencsétlen dolgokon, az össze is hozza magának valahogy, mert ugye a gondolat, hogy mindig arra fele járnak, szerintem ez a negatív gondolkodás szimplán. Tehát, hogyha ha most ennek a dolognak a lélektanát meg kell magyarázni, ez csak arról szól, hogy negatívan gondolkodsz, és bemozdod ezeket a dolgokat. Szerintem nem kell ezzel foglalkozni. Persze. Kise, akik balesetesztek, vagy felejtsétek. Így van, nem indexelni kellett volna, vagy mit tudom én. Vagy jobban odafigyelni. Most már mindegy, de figyeljetek oda, viszont a többi autós, mert csúszik az út, úgyhogy érdemes tényleg egy kicsit koncentrálni. Figyeljetek, tegnap olyan kalandom volt, hogy megőrülsz. Mentem a körúton. Elmeséltél otthon? Hát nem, azért annyira érte, nem volt publikus, inkább itt mesélem el, mint otthon. Mentem a körúton, nagyon nagy forgalom volt, nem mentem be egy kereszteződésbe, mert láttam, hogy már nem bírok kijönni, már sárga volt a lámpa. Mögöttem erőszakos dudálás, hát mondom, fiú, akkor sem megyek be, hogyha bármit csinálsz, mert nem fog tudni kijönni, és akkor keresztben megállunk, mint az állat. Egy dudával megúsztam a dolgot, én nem szoktam visszaintegetni meg semmit, mert jobb a békesség, majd feldolgozunk mindannyian. Ahogy aztán zöld, hopp, jobbulást. Tüzes víz. Igen, jobbulást. Aztán ahogy elindultunk, ugye kijelőzött mögülem a fiatal ember, is elment mellettem, és én oldalra néztem, figyeljetek, úgy vezetett az ember, hogy egy óriási fehér fejhallgató volt a fején. Egy ilyen digi fejhallgató. Elment mellettem, így oldalra néztem, ő vezetett, és a fején volt egy hatalmas fehér fejhallgató. Óriási. Te ezt érted? Hogy? Rá volt dugva a GPS-re. Ja, mert miért nem volt jó a hangrendszere a kocsiban, mert elég jó kocsi volt, hát szerintem. Ez elég érdekes dolog. Az nem szabad. Tehát hát szerintem nem. Igen. Aha, tehát ez nem olyan, mint a headset. Nem, mert a headset csak az egyik füleden van, ugye jó esetben, és akkor jobban hallod a forgalmi zajt. Tehát itt gyakorlatilag teljesen elzárod magad a környezettől. Laza. Ha bármi jön, ha mentő jön, ha dugdálás van, akkor szerintem semmit nem hallasz belőle. Laza. És a csávó így nyomta, bólogatni nem bólogatott, meg elég gyorsan elment mellettem, tehát nem láttam pontosan a dolgot. Csak így egy kicsit így fölkaptam a fejemet, mondom, figyelj, hát ezt meg hogy? Az a maga, hogy belevaló fickó. Rá volt dugva egy ilyen MP3 lejátszó, és akkor ment a digi, vagy mit hallgathatok? Nagyon kemény. Óriási volt, úgyhogy ennyi, aztán megúsztuk a kalandot, csak úgy elkezdtem gondolkodni, így a napom egy részében ez benne volt, hogy lehet így vezetni, hogy hallgatsz valami zenét, meg hát nyilván van egy jó hifi abban a kocsiban, egy nagyon jó autó volt, hát mondom, elromlott, és akkor mégiscsak üzene nélkül nem tud élni. Mm-hmm. Hát most de gondold, de jön egy mentő, tűzoltó, rendőr, bármi, semmit nem hallja, hallasz belőle. Valaki rádudál valamiért, mondjuk ő használta inkább a dudát, tehát hogy neki a széria felszerelés volt. Dudál, hogy már nem szívesen hallgatja, ja, hogy ő is utálja. Ja, ez volt, ezen gondolkodtam egy kicsit, hogy lehet-e, vagy a rendőr meglátja, szól-e. Már amit mondtál, mert van ilyen kétfüles headset is. Tehát ha azt mind a kettőt bedugod, akkor az ugyanaz, elviekben, még akár headsetként is használhatta, de fura megoldás. Ja, hogy ez egy menő headset volt. Igen, ez a legmenőbb, sajnos mi ez már öregek vagyunk, meg avítósak, úgyhogy lehet, hogy ez valami menő cucc. Figyelj, a múltkor már nagyon régóta meg akartam kérdezni, hogy zsíbad még a tök, vagy a lábad. Igen, az igen. Hogy nem, most mi jó, van ezzel? Köszönöm szépen. Mi van ezzel a sztorival? Mert ugye beszéltünk róla, hogy ha valaki esetleg nem tudja, a Ferencnek elkezdett zsíbadni az egyik lába. És aztán elment kivizsgáltatni, de hogy kivizsgálásom mi történt, mit mondtak meg. Mondtam. Meg van-e utókezelés, vagy hogy, mert azt láttam, hogy bottal jársz, meg hogy ez már a kezelés része. Igen, hogy ilyen furán lifeg az egyik lábadon a nadrágszára. De mondták, hogy vágjam le a körmömet, és vegyek egy normális cipőt. Ez a kettő, és mindjárt megszűnik a dolog. Biztos, hogy kedvét térből vágnak. Nem, valami ideggyulladás volt. Ideggyulladás volt, kaptam rá vitamint, azt kellett, be kellett szedjem, és akkor most jól vagyok, köszönöm szépen. Labics volt a cipődbe. Hát tulajdonképpen igen, és akkor azt kicseréltem egy tablettára, az pedig ugye elporlad egy idő után, és megszűnt az alatt. Azt ennyi, egyelőre jól vagyok, köszönöm. Köszönöm, majd egy 5-10 év múlva jönnek jó, a komolyabb problémák. Úgyhogy megvagyok. Nagyon fontos döntésünk van ma, úgyhogy Balázs azért is nem fog távol maradni a műsortól, tehát hétre már itt lesz. Ugye elindítottunk egy Valentin napi kezdeményezést, ezt már a múlt hét pénteken megtettük. A felhívásokat nagyon sokan jelentkeztetek rá, arra gondoltunk, hogy a Valentin ugye gyönyörű ünnep, nagyon szép, a szerelmesek imádják, de ők ugye megvannak egymásnak. Tehát ott már nem kell nagyot tenni a boldogságért. Hát a szerelem ugye pont arról szól, hogy egymásnak éltek ilyenkor, viszont vannak a szinglik.
akik. Vannak a szinglik, akik azért ilyenkor mindig magányosan töltik el ezt a nagyon-nagyon szép ünnepet, illetve szép ünnepet. Valaki szereti, van, aki nem, van, aki azt mondja, hogy ez csak arról szól, hogy minél jobban bevásároltassák az embert, meg legyen megint egy ürügy arra, hogy elmenjél a szuper, meg hiper, meg nem tudom milyen marketekbe, és akkor bevásárolja, hogy vegyél valamit a szeretennek, de szerintünk egyébként azért ennél picit többről van szó. És akkor arról gondolt Balázs, hogy akkor mi lenne, ha két szinglit meglepnék azzal, hogy elmehet Sárvára, és egy kellemes hétvégét eltölthet egymással, de úgy, hogy előtte nem találkoztak, tehát egyfajta vakrandiról van szó, és akkor meg is találtuk ugye Andrásunkat, a férfit, és hozzá próbáltunk megtalálni hölgyet, és ugye túl vagyunk már mész hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön, és most jön Miss Pénte. Figyelj, nagyon komoly a kínálat, hát azt hiszem, hogy a tegnapi napon egy olyan lányjal találkoztunk, még mindig jönnek az SMS-ek vele kapcsolatosan, hogy ott kérem szépen nagyon komoly dolog lesz, hogyha őt választja majd az Andrásunk, mert szerintem a Pest táblánál már történni fog valami hát történet. Hát javasoltuk is Andrásnak, ugye egy zabálya ginzenget faj az ananászt. A hétfő és a szerda volt, azt hiszem, hát illetve tegnap nem kérdeztük András, de a hétfő szerdai lány, tehát Kriszta és Anita, azt tudom, igen, hogy nagyon szimpatikus volt számára. Melinda volt a Miss Kedde, uh-huh, ő egy picit visszafogottabb volt, plusz ott kiderült egy ilyen háló. Á, igen, és férfiasok, mert szerintem, hogyha valaki be tudja azonosítani, hogy a munkatársai közül azóta szivatja vele. Hát de reggel csak nem ő álló ruhában jött, tehát a Kriszta és Anita volt szerintem nála a befutó, vagy hát most Petra, majd nem tudjuk, meg ma még van egy jelöltünk. Uh-huh. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ma ki jelentkezik, ide tehát a jelentkezések már megtörténtek, hogy ma kikerül adásba, és Andrásnak ma el kell mondania, hogy mi a döntés. Tehát nincs mese, és ma indulnak is. Simán előfordulhat egyébként, hogy Miss Péntek lesz a befutó, majd meglátjuk, mert Kriszta azért nagyon aranyos volt hétfőn, lendületes, cserfes, jókedélyű, jó humorú, egyébként azt gondoljuk, hogy elég jó egzisztenciális rendelkező, nagyon kultúrát, nagyon helyes csaj is volt. És hát tegnap ugye Petra meg egy másik véglet, ő egy kicsit rámenősebb, az a, hát mondjuk ki, hogy ilyen kanibál típus volt, aki így nyilván így felzaválja a férfiakat, akik így a vonzás körzetébe kerülnek, az epicentrumába kerülnek. Hát majd meglátjuk, hogy Miss Péntek mennyire tudja velük felvenni a versenyt. Kiderül ma, a 9 után mindenféleképpen megtudjuk majd, hogy kik mehetnek el Sárvárra. Nagyon izgalmas a dolog egyébként, tehát azért egy hosszú hétvégét, tehát egy hétvégét eltölteni vasárnapig vadidegen emberre, hát András, köst fel a gatyádat, hogy jól válasz ma. Bizony. Szerintem már odafelé azért ki fog derülni kb. Mennyire volt mellényúlás. Nincs visszafordulás. Egyébként tehát, hogy akármi van, akár bejön a csaj, akár nem Andrásnak, ez a hétvége már a kettőjükről fog szólni Sárváron. Ez már csak a tiétek, András. Na, ezek vannak mára, ugye a hétvége előtt, tehát ez 9 óra után jön majd, ez a kis témánk. Fekete-fehér, igen, nemben nagyon hát, jól állunk, srácok, gyerekek, csajok, ezt is behúztuk. Bocs. 3-1. Igen, úgyhogy már kicsit ilyen névleges lesz most a mai játék, de hát egy picit úgy, mit tudom én, jelentkezzetek persze, meg játszunk meg minden rámesen. Egész héten Balázs játszott, nem? Vagy te játszottál, nem játszottál? Nem, én egyáltalán nem játszottam, te se játszottál. Ezt most nem tudjátok megtenni, hogy ő zárja a hetet, mert 7-kor érkezik majd, úgyhogy szerintem a fekete-fehér igen nem még a miénk, de jelentkezni lehet nyugodtan, és akkor azt mondhatjuk el, hogy most már 6 darab nyert hét van mögöttünk. Nem rossz. Az nagyon-nagyon jó. Szerintem az egy jó évindítás, ilyen legyen az egész év. Kis győzelmeitek vannak, tehát ajándékcsomagokat szóljuk, adjuk, vihetitek. Tudjátok, hogy ez a végső elszámolásban sokat nem ér, de nem baj, azért jelentkezzetek ma még, vigasztaljátok magatokat egy jó játékkal Ferivel vagy velem, hát ha összejön. Így van, tehát lehet jelentkezni nyugodtan, a közlekedési infókat is várjuk, ugye két balesetet már említettem, az egyik a Flórián téri felüljárón befelé, a másik pedig az M5-ösön a 30-as kilométernél, ha bárki lát még olyan dolgot, ami zavarhatja a többieket, akkor tessék megírni. Azon gondolkoztam. De mind gondolkodtál, Feri? Hogy most, hogy így hétig kapitány nélkül vagyunk. Aha. Gyönyörű magyarsággal mondva, nem-e lehetne? Hát de. De? Ferencem, ha már így rákérdezte, akkor tényleg jöjjön már egy kis rockzene. Olyan régen volt már ebben a műsorban, valami igazán tempos, valami igazán lendületes, valami ritkán hallott rocknot, úgyhogy szerintem egy jó kis Airborne-nal nem nagyon nyúlhatunk mellé így pénteken. Megadja az alap a hangulatot ide a hétvégére. Én is azt érzem, hogy vannak visszatérő rockzenekaraink, vagy jó Bon Jovi elő-elő fordul. Jó az. Nagyon jó, nagyon szeretjük. Jó az úgy 6-tól 10-ig, de szerintem valami más is kell itt az embereknek. Valami kis csemege, valami kis lendület, valami kis tempó, valami kis speedesebb anyag, már egy átvét értem. Természetesen aztán meg olyan Ákos a legfrissebb hívekkel, meg olyan fokhagymaszaggal, hogy elképesztő. Te is egy. Szevasz Ákos, jó reggel. Én is pont mondtam a Janinak, hogy éjgyomorra behúztam ebből a lávából egy kanállal.
gyerekek, porzik a könycsatornám, a vérem helyén szerintem csili van, nagyon durva. Figyelj, de el is hiszed róla, hogy működik, meg hat, mert hogy... Igen, akartam tegnap este, tehát reggel fogyasztottam bele egy evőkanállal, ahogy mondta Gábor, nem, is fogyasztasz, majdnem, majdnem belehaltam, és este meg már vártam. Rostát is leszedi, vízkövet is oldja, ez minden. Tehát kicsit kifröccsent, és a járólapot átmarta valóban, úgyhogy óvatosan. Jó van, Ákos, akkor kicsit rápihenhetsz a hírekre ez alatt a dal alatt, mi pedig utána jövünk vissza a fekete-fehér igennem. 10 perc múlva lesz 7 óra, jó reggelt, szevasztok, Jánossal itt vagyunk, tartjuk a frontot, de 10 perc múlva itt van a főnök. Itt lesz, sajnos volt otthon, illetve van is egy ilyen kis fennforgás, mindenkinek, aki érintve van a dologban, jobbulást kívánunk, mert hogy sajnos ott van ott betegség most, náluk is, nálunk is, náluk azért mindenképpen nagyobb problémát jelent, mert ugye két kis gyerekről van szó, hát mindenkinek azt kívánjuk, hogy elkerüljék a betegségük az elkövetkezendő hétvégén, bár erre kevés az esély, mert támad az influenza. Ezt mondták, hogy folyamatosan is egyre több lesz belőle, már hogy influenzás betegből, kézmosás, vigyázni magatokra, vitaminozni egy kicsit, C-vitamin, esetleg gyümölcsök, és akkor talán megúszátok ezt a dolgot. Na, ez igen, nagyon kemény kezdés. Nyomtam is az egyes villamosnak rendesen. Csak óvatosan. Csak óvatosan, azért tettük be aztán a Nikolász számot, hogy mindenki visszálljon az üzemi fordulat számra. Nikolász nagyon jó énekes. Így is van, hát és ez a dal kapcsolatban gyakorlatilag minden pozitívumot el is mond. Csintalankodjatok, még nincs ott a Balázs, mert ezekre a zenékre legalább fel lehet kelni. Gitárszólnál elszállt az egyik hangszóra a kocsiban, de köszi, Jani. Tehát így állunk most körülbelül ebben a dologban. Teljesen véletlenszerűleg volt egy ilyen zenénk. Na, ami viszont nagyon fontos, hogy 3-1-re ugye Balázs megnyerte ezt a hetet ellenetek, mert hogy gyakorlatilag egész héten őt választottátok, erre most nincs lehetőség, mert csak hét után jön majd, úgyhogy valamelyikünk kell megküzdeni a játékosnak. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Gábor, jó reggelt! Épp jó reggel, felbuszok, fölkészültem, már fölvettem a térdelő nagy pozíciót. Jó reggel! Én szeretlek ezért korra reggel. Hello, 13-a van péntek, ugye tudod? Tudom, de ez egy gyönyörű szép nap, mert annó a húgom igaz, hogy már elég régen, de 13-án született. Elnézte ugye, mert sütörtök volt, de... Ja, igen, na, változóan. Tehát, igen, akkor majdnem ugyanarról beszélünk. Mivel foglalkozol? Kérlek szépen, én olyannal foglalkozok, hogyha eljössz hozzám, akkor megtanulhatsz vezetni. Csak el kell jönni Győrbe, meg át kell szállni magad. Kresztoktatsz egészségügyet, vagy mindent egyben, vagy vizsgabiztos vagy? A kreszt meg a vezetést, úgyhogy... Aha, a vezetést is. Az egészségügyet hagynám, mert hát, ha nem élné túl a páciens. Igen, jobb ez, hogyha avatott kezekbe kerül. Figyelj, nagyon sok a béna ember. Mert nyilván, amikor először ülsz autóba, ugye akkor azért van egy ismeretlenségi faktor ebben, hogy melyik pedált meg hogy kell nyomni, hát meg két, mi? Hát két kezed van, két lábot, három pedál, mit hova tegyél, persze természetesen, de hát ez azért vagyunk, hogy ezt átsegítsük ezeket az embereket. Kinek könnyebb, kinek nehezebb, de hát ez kinek miért van készség. De türelem kell hozzá azért bőven. Hát figyelj, mindenhez kell türelem. Ja, hát ez akkor, mondjuk hát, igaz. Ezt fel is írom. Igaz. Mi az a százalékos arány? Hányan mennek át azok közül, akik elsőre, akik nálad tanulnak? Hát figyelj, de azért most az elmúlt statisztikák azok a 70-80%-ot mutatják az első vizsgások. Na, az menő. Aztán a másodikra is nagy részük átmegy a maradékból. Hát harmadik, negyedikre olyan van, aki saját magát behúzza a csőbe. Különböző, mit tudom, az utolsó másodpercben kimondja az igen. Aha. Meg akar fordulni a záróvonalon, egyéb helyen bemegy a forgalomnak szembe, mikor már visszafelé megyünk, szóval mert annyira izgul elnézni. Amúgy meg egy marha ügyes gyerek. Van csúcstartód, aki nagyon-nagyon sokáig nem tudott levizsgázni? Van. Igaz, hogy úgy örököltem kollégától, de ő a hetedik vizsgán ment át. Az igen. Hetedik vizsga. Jó van. Kivel szeretnél játszani, Gábor? Felik, én vele szeretnék játszani, mert nagyjából egy a súlycsoportunk, bár én egy kicsit vezetek előtted, de aha, Jani eltörpülne mellett. Hát, hogy nem is lehet. Félfogadra nem lennék elég. Igen, és ez ugye rádióban jól hallatszódik, hogy ki milyen súlyú és milyen magas. Jó van, Gábor, akkor Jani, légy szíves, számolj vissza. 3, 2, 1, fire! Gábor, hallottad annak a Békés Csabai oktatónak az esetét, aki újra élesztett egy embert a kocsiban? Egy kollégád. Valószínűleg elkerülte a figyelmemet. Egy vizsgabiztos volt, vizsga alatt az oktató rosszul lett. Hallottad?
Elénk ezek a hírek nem szerepeltek a hírban. Ott a vége. Nem szerepeltek. Nem szerepeltek. Próbáltam kikerülni, igen. A csodát, nem sikerült. Igen, éreztem, hogy kerülgetted a dolgot. Képzeld el, pár héttel ezelőtt én is láttam, a híradóban is nyilatkozott, a vizsgabiztos beült, és akkor elkezdték a vizsgát, elől ugye a tanuló, mellette az oktatója, és egyszer csak az oktatónak lebukott a feje. Hát. Kiszállt a vizsgabiztos, kivette, és addig életben tartott, amíg meg nem jöttek a mentők, és utána ők ugye megmentették a férfit. Úgyhogy ilyen nagyszerű emberek vannak közöttetek, és te is az vagy, de hát ez most nem sikerült. Hát elvéreztünk, Istenem, hát így jártunk. Így, nem baj. Na. Nem. Ó, azért büszkék lehetnek a 80%-ra a győri oktatók. Hát. Akartam mondani, hogy ez nem csak az én érvem, tehát a többi kollega is. Ha megteszünk mindent, aztán ugye azért három dolog függő ez a dolog, a vizsgabiztos, a vizsgázó, meg a forgalom. Tehát, hogy értékeli hátul, hogy látja az ember. Persze. Jó van, Gábor, köszönjük szépen, azért szép hétvégét neked így péntek 13-án. Köszönöm szépen nektek is. Hello, szia. Ez az. Hát akkor gyerekek, ez 4-1 lett. Ó, bocsánat, elnézést. De sajnálod. Így alakult. 4-1, ebből ugye Balázs 3-at hozott, 1-et bukott, és akkor most még ezt az 1-et hozzárakjuk, akkor 4-1 a végeredmény, és akkor ez a 6. nyerthetünk ebben az évben. Nem rossz, azt kell mondjam. Sose legyen rossz. Így van, de biztos lesz majd olyan hét is, amikor ti gyertek, tehát fel a fejjel. Semmi gond, 4 perc múlva lesz 7 óra. Volt már neked olyan, hogy mondjuk egy 4 kiló liptói túra, hogy megakadt valahol a nyelőcsövednek a tetején, és nem tudod visszanyerni? Sosem eszem meg egyszer a 4 kiló liptói túrót. Nem előfordul. Jó étvágyat továbbra is, János, a hírek után jövünk, és itt lesz Balázs is. 7 óra múlt 8 perccel, szép reggelt. Kívánunk mindenkinek, Hello Feri, Hello Jó. Drága hallgatók, hát itt vagyok, hallgattalak benneteket az úton. És tudok mindent, volt egy kis ügykezelés gyerekek otthon, hát ez a péntek 13, mondják, hogy ez nem péntek 13, meg nem számít, hát kemény volt. Nálatok reggel, betalált. Betalált igazából, két gyerek üvölt, egyszerre Viki fönt él lent, visszaszámolom az időt, volt egy pont, amikor írtam az SMS-t, ilyen 5:35-kor, mondom, na ez nem lesz meg, ezt most próbálod. Nem fogok tudni elindulni, mert elég necces a helyzet. Beni is beteg, hasfájás, forró, nem tudom, hogy van-e láza, szerintem nincs, csak meleg, úgyhogy volt ügykezelés. És akkor mit csináltatok? Most a Benit visszaaltattam, és a Noellel meg a Viki küzdött, tehát ez a két gyerek, ez nagy szenzációs. Egyébként tényleg nem tudom, hogy mondják meg, egy szülő, két gyerek például. Úgyhogy hát most remélem visszaaludt, hát az Oviába a farsangot bukta, ma lett volna orosz járelmez, festés, szegény. Arcfestéssel készült a Viki neki, 8-kor már kelünk, festünk, megyünk be az Oviba, az tornó, de megnyugodtam, mert mondta, hogy annyira fájás, hogy nem akar bemenni Oviba, úgyhogy mondtam, jó, még abból nem lesz egy külön hiszti, hogy közlöd vele, tudod, hogy nem. Nem megyünk, és akkor amiatt is nem, igen, úgyhogy nem tudtam. Oroszlán. Igen, fájós a sorozat, nem oroszlán, meg nem fertőzzük a többi gyereket, úgyhogy nem megy be. Nem biztos, hogy fertőzés. Hát igen. Nem tudom. Brutálisan fáj a hasa. Igen, hogy hasfájás, akkor nem valószínű. Valószínű, hogy nagyon sok minden nyelt, mert folyik az óra kicsit, és lehet, hogy az folyt átra, és akkor úgy volt. De ezen a péntek 13-án gondolkoztam elég sokat, hogy lehet, hogy azért, mert láttam az SMS falon, hogy ennyi baleset van, hogy mindenki fél, senki nem hisz benne, csak mindenki tart tőle, és ez az a nagy stresszel. Mindenki rá stresszel, ez okoz egy olyat, hogy mindenhol akkor baleset van. János megfejtette reggel, mert én próbáltam a hátterét fölvázolni, ő megmondta, hogy az van, hogy mindenki parázik tőle, ezért pont elcseszed. Ugye? Na, szerintem is ez van, ezt még nem hallottam reggel, hogy annyira félsz tőle, hogy egész ezért rontod el. És van egy ilyen nagy kollektív, félünk a péntek 13-ától. Bevizionálod magadnak ezt, hogy itt most biztos, hogy valami történik, hogy Jézusom, péntek 13, nem vagyok babonás, de hát mi van, ha mégis igaz? Igen, mi van, ha mégis megtörténik, igen. Veletek semmi egyelőre, péntek 13, ide vagy oda, nyugi? Fekete macska autó előtt, semmi? Nem, nem volt semmi. Nem közlekedésben volt a BKV ugyanúgy járt Janinak. igen, ugyanolyan csodálatos volt az utam befelé, az utolsó éjszakai járattal. Hát, azért péntekén már befelé erősen fantáziálok arról, hogy hova fogok elmenni, melyik cukrászdába, illetve melyik étterembe kaja, és most meg is van az útvonal. Csak ja, jó van, na, már izgultam, hogy 7 óra van, 4-8 lesz mindjárt, és már nem tetted össze a hétvégi cukrász útvonaladat. Jó van, akkor meg. Ligettől hogy fogok visszamenni a Calvin térre, és akkor onnan, hogy a legrövidebb út, hogy a süti se törjön össze, meg meleg is legyen még a kaja, mire hazaérek vele a két kis betegnek.
Ja, rálátok is otthon tényleg. Igen, nálunk valamilyen fura ilyen ortorok probléma van. A doktor bácsi sem tudta megmondani pontosan, hogy miről van szó. Hál' Istennek ilyen végtagfájás, meg magas láz, meg ilyenek nincsenek, meg levertség nincs. Mondtam Ferének, hogy nálunk abban nyilvánult meg Virágnál a rettenetes betegség, így mondtam neki, hogy Sonlóit hozzak, hogy Fekete Erdőt, és azt mondta, hogy mindkettőt a biztonság kell. Na jó, akkor ebből érzi az ember, nem olyan nagy a baj. Csak szegények, tudod, szenvednek, meg látod őket, én tudom menni. A legmeghatóbb az volt ma reggel, mondta, hogy én is tudom, hogy mondta, hogy apuci, csinálj valamit. És mit, és ott állsz, és fogalmat. Én voltam, varázslót játszottam ma reggel, varázsló voltam, aki úgy masszírozott hasat, hogy közben előzi a fájdalmat, és beszéltem a fájdalommal, hogy te fájdalom, velem gyűlik meg a bajod, ha nem mész innen. Ezt voltam reggel a gyereknek. Az erős apu. Velem gyűlik meg a bajod, ha nem mész innen. És mondta, hogy érzi, hogy menekül. Édesem, annyira cuki volt, aztán megint fölüvöltött, hogy fáj a hasa, és csak egy könyörögben nézett, hogy apu, csinálj valamit. És nem tudsz, tehát, hogy annyira flátod. Hazudtál nekem, nem vagy mindenható. Igen. És akkor jött a fájdalmat előző csodamasszázs, ezt így hívtuk, ahol elijesztettük a fájdalmat, és így sikerült így visszaaltatni. De hát az ember szíve megszakadt, tudod, hogy ott van az 5 éves gyerek, üvölt, olyan szinten üvölt, és nem tudsz mit csinálni, tudod, azt mondani, átvennéd, fájjon nekem, fájjon ötször, mindegy, csak adják a oda. Bárkinek, csak ne szenvedjen a gyerek. És akkor most egy ilyen félelem, vagy egy ilyen fájdalom előző csodamasszázs. Ezen vagyok túl, úgyhogy úgy néz ki, hogy hatot, mert vissza tudtam altatni. Úgyhogy most Viki szakkörözik. A tehetetlenség a legrosszabb. Nem tudsz, egyszerűen nem tudsz mit csinálni. De túl lesz rajta, meggyógyul, persze nem komoly, csak áll az ember hülyén, tudod, 5 óra, ott mész, leüvölt a gyerek, próbálod masszírozni, és mivel még álmos vagy, nagyon jól működik a fantáziád, és az ott már beugrat ez a fájdalom űző csodamasszázs. De nem sikerült. Én nagyon komolyan mondom, hogy apaként életem egyik legboldogabb pillanata az volt, amikor a Virág először tudta önállóan fújni az orrát. Ezt nagyon komolyan mondom. Ebből 15-öt tudok neked mondani. Ezek a legnagyobb pillanatok. Óriási volt. Mert addig ugye mindig az volt, hogy fújjad, ne nyerd le, köpki, orszívó. És aztán, amikor az első azt hallottad, hogy tudod így, Istenem, megcsinált az életem. Évbe értünk meg. Nem, igen. És akkor azt hiszed, hogy már jó, igen. Ez ugyanolyan, mint amikor eteted, elkezd enni. Szobatiszta lesz, ráül a WC-re, szobatiszta lesz. Már nem kakil, beszól, hogy kakilnia kell. Orszívóval fújjad az orrát, vagy már szól, hogy fújjuk ki, és mondjuk már ő magának kifújja, nem? Tehát ezek is vannak ilyen mérföldkövek, amik mindig azt jelenti, hogy picit könnyebb, picit jó, picit, már jössz ki. Jössz ki a mély vízből. Picit mindig könnyebb. Az orrfújás is nálunk is egy ilyen hatalmas pontot. Végre. Óriási. Tedd el a porszívót. Tedd el azt a rohadt orrszívó. Végre fújja a gyerek az orrát, tudod. És úgy örülsz neki, mint nem tudom, nyertél volna a lotton. Nem? Egy lukas fújás, 2 lukas, igen, egyszerre, aha. Az még ugye nem megy az elején, igen. De aztán az is kitisztul. És azt mondja, akinek nincs gyerek, ezt nem is érti. Hogy ez milyen nagy szám, hogy fújja az orrát. Figyelj, akkor 3 év után el tud rakni a porszívót, és azt a rohadt, ilyen beleszáradt, ilyen minden nap kimosós, ilyen orrszívó porszívót, amikben én nagy találom. De hogy gyűlölöd mindig becipelni a porszívót, berakni az orszívó porszívót, benyomni a gyerek orrába, mert nem fújja ki magát, és először kifújja, és azt hiszed, hogy na, nyugdíjba mehetsz. És a szilikoncsőből, külön nem lehet venni, én hurkapálcával takarítgattam mindig, nálunk, mert ugye egy idő után az olyan vékony, tudod, és nem lehet hozzákapni így külön. Igen, egy hónapos amortizáció van, hogy berakom a mosdóba, beleöntök ilyen, mint a domeszet, amit csak hagyom benne állni, tudod, hogy folyik ki a dzsuba belőle. Egy jó találmány. Nagy, óriási. Nagyon jó, sokat óriási. Hát azt mondtam, hogy külföldön nem ismerik. Tehát bárhova mentem, mi mindig vittük, figyelj, Törökországba, szerintem a rendőrt akart hívni ránk a takarítón, amikor meglátta, hogy a gyerek orrába felnyomok valamit, ami rá van kapcsolódva, hát egy ipari porszívóra, amivel a szállodába porszívóztak. Az agya, hogy a gyerek üvölt, én meg tolok fel egy csövet az orrába, és megy a porszívó. A nőn látszott a döbbenet, hogy Jézus Atya Úristen, mi történik ezzel a gyerekkel, kik ezek, és mit csinálnak a gyerek orrába. Ezt megmutattam neki, hogy ne izuljon. Tehát nem, mielőtt feljön. Megmutattad a törőjét. Nézd, is. Nézd, most bejöntöm az orrába. Ja, 100 eurossal. Ne izguljon, ne izguljon. Ne hívja a török gyámügyet. De ugyanez, mikor a WC-re ül. Azt hiszed, hogy soha nem lesz. Soha. És hogy mindig. És hogy bepisés. És ez csak ráül. És mondod, hogy jó. Hát akkor balakad. Ezt is tudja. Kész. Kirepülhet. És nem kész vagy. Kész vagy. Nincs több pelenka. Is törli ki. Jó. Mondom, még az is azért igen. Még egy ugrás azért még azért. Igen, most még az apuci kész vagyok. Megyek. Brutális zíl belsőben. Most belépek így megcsapkodik. De közben imádod, tudod? Lehajol, tudod? Igen, kézmosás, jó, akkor menjünk kezet mosni. Hát igen, ezek nagy dolgok. Na, nézzük, drága hallgatók, kivel mi történt péntek 13-án, kinek hogy indul a reggel,
átok-e az átok, üle az átok. Ha valaki érzett valami különlegeset, egész nap lehet nekünk üldözgetni, hogy, hogy hatott-e a dolog. Mi különösebben nem foglalkozunk vele, nem hiszünk benne, de ha valami szörnyű dolog történne, nagy Isten, küldjetek el, hogy, hogy van-e valami értelme ennek a péntek 13-ának, tényleg. Azt mondja, hogy ma van a névnapom. Ne legyen negatív ez a nap. Üdv Linda. Linda február 13-ai akkor. Fú, de mondjunk egy boldog névnapot? Vagy... Ennyire nem jó, bocsánat. Azért az otthoni problémák nem tompítanak az intelligenciádon, azt látom. Ugye, hogy látod? Összerakta. Linda megérti, hogy ma van a névem, és azt mondom, Linda, február 13. 12 nem lett, tegnap volt, holnap 15, 13. Ugye, hogy a kutya fáját, hogy gyereksélyes, és még, de még ilyenkor is. És még így is. És még így is, igen. Aj, azt mondja, hogy Ákosnak megszületette már a gyereke. Múltkor mesélte, nincs sok vissza. Nem, nem. Ő még egyelőre csak falfehéredve hallja ezeket a sztorikat, amiket mi reggel mesélünk, és mindig elmormol egy imát, hogy add uram, hogy velem ez ne legyen. Ne ilyen. Néha, hogy oda jön hozzám. Fiam, mindenkinél így van, mondom, ez ilyen. Ákos, ez ilyen. Szerintem az első egy év a sokaknál. Hasonló. Aztán könnyebbedik. Szerintem náluk rendben lesz minden. Mert Ákos ilyen butha típus. Azt hiszem, hogy Ákos ilyen butha típus. Butha úgyse érdekel. Se fogja venni, hogy a gyerek beteg. Igen. Na, azt mondja, hogy ötös kocs a Paks csomópontnál kifelé, gyerekek, csak hogy szexibb legyen a reggel. M3-as 90-es kilométernél Pest felé trafi, szemből a rendőr autóból 24 órás futár Pisti üzeni nekünk, az M5-ösön nincs baleset, a leállósában van egy elpusztult román kis teherautó, hajrá magyarok! Ezt Ede küldte nekünk, gondolom, hogy kamionos Ede, köszi. M3-as 90-esnél van egy trafi, igen, műegyetem a rakparton, a sávban egy kivilágítatlan Suzuki dől belőle az olaj, Koxi küldte nekünk. Ócsánál az M5-ösnél van egy kis torlódás, ez is ebben a pillanatban jött. Köszönjük szépen. Jó. Na. Jó kis autószerelés, nincs annál jobb. Nincs is annál jobb. Tegnap láttam egy videót, a csávó valahol, nem is tudom, talán Dubájban, vagy nem tudom hol, benne hagyta a pisztolyt az autóban. Jó, mutatják jó, az autót, mutatják föntről a kameraképet, és látod, hogy benne van a pisztoly. És jön a csávó, és beül az autóba, és elindul. Oh. És az a durva, hogy kirántja ugye a csövet a kocsiból, de keletkezik egy szikra, és a következő pillanatban az egész benzinkút romokban. Egy robbanás, még egy robbanás, ég az egész kis, és puf, puf, de a pisztolytól? Valahogy a pisztoly szikrát kapott, ugye a pisztolyból nem jött már benzin, csak aha, ahogy ő megrántotta, a csőbe még benne maradt. Aha. Már végzett a tankolással, tehát ez leállt. Megrántotta, és ahogy megrántotta, a szakadásnál, vagy az a fém ütközésénél lett egy szikra, nem tudom hogy, és egy 10 másodpercet berobbantotta úgy az egész benzinkutat, hogy a kameraképp így mutatta, és utána eltűnt. Teljesen. És azon gondolkoztam, hogy milyen isteni csoda egyébként ez itt nem történik meg, vagy azokat, akkor lehet, hogy már ott itthon plombálják, vagy lezárják. És tehát a maradi Dubajban meg nem tudják ezt megoldani. Valami olyan ország volt, igen, ahol... Dubajban nem szent belefér egy-két kut erre. Nagyon. Nálunk azt mondják, ugye ki is van téve, hogy nem telefonálhatsz például, mert ugye az is a, nem tudom pontosan, hogy mi, de hogy ott az elektromos akármicsoda, az berobbanthatja a benzinkutat. Tehát, hogy amiatt nem lehet telefonálni állítólag. Tehát, de hogy a benzinkutat nem telefonál. Gyerekek, százszorosan halott lennék már. Az oszlopra, majd ez meg, az oszlopra rajta van a kis piktogram, egy mobiltelefon is át van húzva, és ezt állítólag pont azért, hogy ott, ahogy te fölveszed, az egy elektromos szikra, vagy nem tudom, és berobbanhat az egész. Hogy lenne elektromos szikra, amikor fölveszem a telefont? Mit tudom én, nem tudom pontosan. Zsűl, te vagy a műszaki ember, mondjál már valami okosat, az előbb bólogatta. Nem lehet, hogy megzavarod a számítógépes rendszert, vagy valamit. Elektromos szikra azért csak nincs, mikor fölveszem a telefont. Te olyan gyorsan veszed föl, hogy, ahogy rányomsz. Vagy hogy kiveszed a zsebedből a műszálas anyag, az összegörzsülődik. De a dohányzás még így is előfordul, ez azért megdöbbentő. Most pár héttel ezelőtt Lezik volt ez, hogy igen, hogy a Móni rászólt egy úriemberre, hogy hello, ez egy benzinkút, olcs már a cigarettát, légy szíves. Mondta a csáva, és belepöckölte a tartályba, tudod. Nem, mert nem így mondtam. Úgy. Igen. Szebben. Na, gyerekek, ugye ígértük, hogy felhívjuk Mihelis Norbit, ha megtörténik a sajtótájékoztató, és Zengő Zoli is mondta nekünk, hogy azonnal Norbit a rendelkezésünkre adja, mert hogy a legfontosabb médium vagyunk nekik, rádiós médium, és így szeretné, ha Norbi nekünk nyilatkozna. Ugye megvolt a sajtótájékoztató, és hát beszéltünk arról már tegnap felvezetve a dolgot, hogy vajon milyen oka volt, vagy okai lehetek Norbinak, hogy végül is az Engő Teamnél maradt, hiszen ő elég komoly ajánlatot kapott,
és mégsem fogadta el ugye a gyári csapat ajánlatát, hanem maradt a Zengő Teamnél, ami olyan szép gesztus, nyilván lojalitás is szóba jöhet, de az okokat nem tudjuk és nem ismerjük, úgyhogy felhívjuk Mihály Sznorbit, aki Barcelonában van, hogy elmondja nekünk, miért döntött így. A Honda biztos nem is örült neki, és átküldték az Open Stage székelylendő a nótáját, az aranykát, amiben ugye benne van szó szerint, hogy Zengő Zolival megcsaltál. Igen, hát sokan biztos azt mondják majd, hogy azért ez talán kudarc, mert hogy jó lett volna tényleg egy magyar versenyzőt egy profi gyári csapatban látni, nyilván ezt Norbi máshogy gondolja. Megkérdezzük majd, hogy nagyobb fizetést ajánlott-e a gyári csapat, mivel tudta az Zengő marasztalni, és hogy milyen esélyei vannak így. Hát nyilván meg volt az oka. Mielőtt bárki félreérte a történet, tehát ugye a Zengő csapat profi, vérprofi, ezt az eredményeik is bizonyítják. Más egy gyári csapatban ugye a keret. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb dolog, ami kettő között van. A Honda ugye az Zengőjékkel van, tehát van gyári támogatás, de azért gyári pilótának lenni az egész más. Meg talán az emberek fejében egy picit úgy van, hogy az így presztízsben nagyobb, nem? Nagyobb, igen. Meg hát még a laikusok is tudják, meg hallják, hogy ott azért tényleg a technikai meg az anyagi háttér olyan, nem mindegy, hogy mondjuk alkatrészben ott van-e még egy autód, és biztos, hogy el tudsz indulni azon a futamon, ha mondjuk megtöröd itt ott az autót, mondjuk egy időmérő edzés alatt, hogy rajthoz tudsz állni, mert azért náluk voltak korábban ilyen problémák, hát hogy az autó romokban hevert, és egyszerűen nem tudtam. Igen, 24 órás szerelés egész éjszaka, hogy a másnapi futamra kész legyen, az nyilván egyszerűbb gyári csapatként megoldani, mert akkor odatolják az új Verdát, ha erre a szabályok lehetőséget adnak, vagy az alkatrészeket odaadják, aztán hadd szóljon tovább. Meg az Zoli is már inkább feszül az a ninja ruha, amivel egyébként beszokott mászni mindenféle, hogy hívják műhelyekbe, hogy pót alkatrészeket szerezzen, tehát hogy azért már ő sem lesz fiatal. Ledobná már a símaszkot, ő is, igen, mert már megismeri. Na, megkérdezünk mindjárt mindent, mert itt van velünk Mihály Sznorbi. Hello, Norbi, jó reggel! Hello, Norbi! Hello! Jó reggelt! Hello! Te még Barcelonában? Aha. Ott volt a sajtótájékoztató? Igen, itt volt a sajtótájékoztató. Itt van a sorozatnak egy ilyen hivatalos évindító szerűsége, ami tegnap állt egy sajtótájékoztatóból este, ma pedig egy kollektív teszt vár ránk, úgyhogy például a mai napot ezt kifejezettem már, mert ez lesz az első olyan alkalom, hogy nagyjából fény derülhet az idei erőviszonyokra is. Tehát már ma autóba is ülsz akkor? Aha, igen, igen. Na, hát nézzük a döntés okait, ugye nyilván ez érdekli legjobban az embereket, hogy kezdjük kicsit az elejéről, hogy neked volt egy ajánlatod, ugye? Talán itt vesztették el a fonalat, azok, akik egyáltalán elvesztették, nem biztos. Volt egy ajánlatod, illetve pontosabban két ajánlatod, nyilván a Zengő Team próbált marasztalni, és volt egy gyári ajánlatod a gyári Honda csapattól. Ugye? Lehetőséget kaptál volna, hogy átüljél hozzájuk. Jól mondom? Mondhatjuk, igen. Remélem ennél azért többet. Igen, én picit visszafogott vagy. Kimegyek, megcsikizlek. Okay. Komolyan mondom, megcsikizlek. Jöjjön a második kérdés. Na, szóval, hogy két ajánlat volt, ugye? Igen. Egy kicsit bővállal. Igen, Norbi, az volt. Komolyan, Norbi, oda meg elpopszolnak. Nem akartam egyből abba belemenni, kicsit gondoltam, hogy felvezetem, adok neki egy ilyen kis körbeszivatolgatást, hogy miért döntöttél így, ahogy. De akkor nézzük az okokat, hogy végül is, ahogy olvasom, hogy az Zengő Team mellett döntöttél. Miért? Szóval, nagyjából az egész tavaly nyár környékén kezdődött. Ott éreztem először annak a lehetőségét, hogy egy gyári szerződésből lehet valami. Viszont akkor még a feltételek úgy alakultak, ami nekem sem feltétlenül jelentett volna akkora szakmai előrelépés. Nem láttam pontosan, hogy az autó mire lehet képes idén, és nem láttam pontosan azt, hogy abban az esetben, hogyha én átmegyek a gyári csapathoz, mi fog történni a Zengő Motorsporttal is. Lehet, hogy most nagyon sokan megmosolyognak, hogy miért gondolkodok azon, hogy mi történik a Zengő Motorsporttal abban az esetben, hogyha én elmegyek, de egyszerűen ott van az elmúlt 10 év, amit nem tudok egyik napra a másikra csak úgy félretenni. Ez azt jelenti, bocsánat, csak hogy egy laikus kérdés, hogy azon gondolkodtál, hogy ha te mondjuk elmész, akkor az Zengő Team pilóta nélkül marad, és lehet, hogy nekik tulajdonképpen ez a végét jelenteni az autóversenyzésnek? Ezért nem gondolkodtál? Nem feltétlenül arról volt szó, hogy nincs tehetség, vagy nincs olyan ember, akit be lehetne ültetni helyettem, hanem arra kell gondolni, hogy van egy olyan támogatói bázis, aki azért nagy mértékben arra készült, vagy arra adta a forrást, hogy mondjuk Mihály Sznorbert versenyez a csapatnál, és igen, előfordulhatott volna egy olyan helyzet,
hogy abban az esetben, hogyha ez a kombináció Mihalis Norbert és Zengő Motorsport nincs meg, akkor igen, akkor nem biztos, hogy mind a ketten jó lehetőségben, vagy jó helyzetben lettünk volna. Hát fogalmazok úgy, hogy te jó lehetőségben lettél volna, de az Zengő Motorsporttól lehet, hogy egy csomó szponzor azt mondja, hogy gyerekek, ha nincs a Norbi, akkor nem szállunk be. Gondolom, erről van szó, ugye? Azért ezt tisztán ki lehet mondani, ebben semmi nincs. És nekem a döntés alapját az végül azt szolgáltatta, hogy tavaly a szezon második felében pontosan ugyanúgy, vagy néha még talán egy picit is jobban szerepeltünk, mint a gyári csapat. Úgyhogy a téli időszakban meg voltam hívva már tesztekre. Vezethettem azt az autót, nagyjából láttam a gyári csapatnak a felépítését. Tudtam pontosan azt is, hogy milyen áldozatot hozok, esetleg azért, hogyha nem megyek át oda. És tényleg elhihetitek nekem, hogy ez egy nagyon jó körüljárt döntés, és nem feltétlenül kell engem most sajnálni az miatt, ne, mert nincs gyári lehetőség. Nagyon szép ez a döntés, nagyon örülünk. Logikusan és nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi legyen a folytatás. Nem mondom azt, hogy ez egy könnyű helyzet volt, de én úgy gondolom, hogy mindent figyelembe véve az a szakmai plusz, ami meg lehetett volna mondjuk egy gyári csapatnál, az nem messze nem kompenzálta volna azt a helyzetbeli előnyt, ami tagadhatatlanul megvan áll az engem motorsportnál, mert ott van az érzelmi lelki plusz, tényleg szinte a második családom, a fiúk pontosan tudják, hogy kell hozzám szólni, mire van szükségem, stb. És nem mellesleg ugye tavaly ott volt az összetettbeli negyedik hely, amivel a gyári csapat pilótái előtt végeztünk, és ez is azért egy indikátor annak, hogy nem feltétlenül van akkora szakmai hátrány, mondjuk nekem jelen helyzetben az Zengő Motorsportnál, mert hogyha tavaly azok a körülmények között meg tudtuk ezt csinálni, akkor az idei körülmények között nyilván nem feltétlenül árulható a szerződés minden részletét, de idén sokkal jobb szakmai lehetőséggel fogunk rendelkezni közösen, és én azt gondolom, hogy ez az egész történet így most kerek. És akkor mondhatjuk azt, hogy soha nem mond, hogy soha, vagy pedig végképp lemondtál arról, hogy te valaha egy gyári csapatban fogsz szerepelni. Tehát amíg az Zengő működik, meg együtt dolgozna szívesen veled, hogy te is maradsz nála? Nagyon sok fog függni az idei évtől. Amit megint csak tudni kell, az, hogy idén az Zengő Motorsporttal folytatom, az egyáltalán nem befolyásolja annak az esélyt, vagy annak a lehetőségét, hogy valamikor gyári versenyző legyek, akár mondjuk 2016-tól, vagy később. Maga a szerződés ajánlat a gyári csapattól az anyagilag nagyságrendekkel nagyobb volt? Vagy mindkét összeg szabad szemmel látható, és nem volt akkora, hogy egyáltalán a kísértésbe essél? Vagy az ember ezt egyáltalán nézi ilyenkor, hogy úristen, hát azért ez egy nagyon nagy összeg, és nagyon sokkal több, mint amit mondjuk neked az Zengőjék tudtak ajánlani. Mert közben racionális a döntésed, ahogy hallom. Abszolút, de ez volt a nehéz része. Tehát tagadhatatlanul ott volt az a kísértés, ami a nagyságrendi különbségből anyagi szempontból fakadt. És hát nehéz volt úgy meghozni ezt a döntést, hogy ez a kísértés ne homályosítsa el a valóságot. Én eddig életemben tényleg próbáltam minden ilyen fontos döntéshez úgy hozzáállni, hogy nem anyagi szempontból hozom meg. Ez a döntés, ez nem volt könnyű. Most nem azt kell elképzelni, hogy tényleg 10%-át, vagy 5%-át, vagy sokkal rosszabb anyagi helyzetben vagyok, mint mondjuk vettem volna egy gyári autóban. Nem ugyanolyanok a lehetőségek, viszont szerintem anyagi szempontból pusztán meghozni ezt a döntést, az abszolút nem lehet. Milyen jó, szép gondolkodás egyébként, igen, hogy azért kevesen tudnak így dönteni, hiszen sokaknak nyilván azért profik, mindenki pénzből él, és azért nagyobb összeg lesz, ami lesz, az a legfontosabb. Ezt azért futballistáknál is látjuk, hogy nem biztos, hogy karrierje szempontjából jó helyre igazol, viszont vödör pénzt keres, és inkább oda megy, és parkolópályára kerül, és még az is benne van. Ki segít neked meghozni ilyenkor a döntést? Van valaki, az édesanyád, a barátnőd, a Viking, dobsz egyet, bármi, vagy így visszavonulsz, és megrágod, és egyedül döntesz. Nyilván sokat beszélgetsz a Zolival, nézegeted a szerződéseket, az ajánlatokat, de maga a végleges döntés, azt kivel mondott ki, vagy ki segít kimondani, vagy ki segít dönteni? Hát a nagy részét azt én rágtam meg tavaly, de természetesen Johannával, a mennyasszonyommal és a szüleimmel egyeztettem a legtöbbet.
Igen, ők azért, én tudom, hogy olyan irányban terelnek, vagy olyan irányba terelnek, ami nekem is jó. És az, hogy velük közösen megbeszéltem, és ők is azt mondták, hogy abban az esetben is tökéletesen megértenek és támogatnak, hogyha jelenlegi körülmények között folytatom, az nekem egy tökéletes iránymutató volt olyan szempontból, hogy tudom, hogy a legjobbat akarják nekem, és tudom, hogy azt is elmondták volna, hogy itt az idő váltani, de hogy ha hiszitek, hanem hogy vannak olyan döntések az életben, hogy annak olyan helyzetek, amiket egyszerűen érzed egy idő után, hogy milyen jó irány, és én tényleg éreztem azt, hogy nem ért még véget ez a közös út. És azzal, hogy úgy tudtam alakítani a saját feltételeimet, hogy ez nem befolyásolja a jövőbeni akár gyári szerződés lehetőségét, igen, úgy érzem, hogy ez egy teljesen jó. Nagyon korrekt, jó ezt hallani. Jó ezt hallani. Főleg a mai világban azért nem abszolút jellemző, hogy az emberi tényezőket néz, kivár, és nemet tud mondani. Ahogy itt a hallgatók is írják, hogy van benned lojalitás, és hogy érzelmi alapú döntést hozol, de mennyit buktál ezzel? Csak látközben az SMS-eket kit érdekelnek a lelki dolgok. A lóbíról beszélj, Norbi. Mit akartak kérdezni? Jani az előbb azt kérdezte tőled, ugye, hogy akkor ez most hosszú távú. A kérdést, ha megfordítjuk, egy ilyen döntés után, miután a Hondának azt mondta, hogy közfiúk nem. Lehet az, hogy ők jövőre ismét azt mondják, hogy Norbi, megint itt vagyunk az ajánlattal, vagy ez egy ilyen végleges visszautasítás? Hogy megy ez nem végleges, motorsportban? Pont erre mondtam, hogy abszolút elképzelhető az, hogy... Aha, hogy megy még tovább a dolog, hogy jövőre újra. Nyilván itt is azért illedelmet kell lenni, mert figyelembe kell venni azt a helyzetet, hogy úgy én sem akartam visszautasítani valamit, hogy megsértem a másik felet. Uh-huh. De elmagyarázva nekik is a szituációt, tökéletesen megértették a helyzetet, és ennek kapcsán szerintem nagyon jó tárgyalás. Mit mondtál neki, kérek egy év gondolkodási időt? Igen, átrágom a szerződés 2016 decemberében válaszolnak, igen. Figyelj, az Engőnek szerezzünk valami símaszkos overát, hogy a López egy kocsiját meg tudja egy kicsit bütykölni, mert ez a két csávó azért ott elől viszonylag verhetetlennek tűnik. Szóval, igen, egy símaszkos overát meg valamit csináljatok. A benyába öntsön valamit, az Oli szökjön be, ha kell, mi is bemegyünk, valami legyen, mert azért a az a két ember... részeket mindenképpen eszéljétek le róla, mert tudjátok, a radarról az könnyebben visszaverődik, meg valami lopagodó technikával fújjátok le. Tehát amikor ugye fordított rajtrácson, akkor azért az van esélyed elől, de viszonylag azért a két pali verhetetlennek tűnik. Nem? Hát igen, főleg a López volt egy nagy meglepetés a tavalyi évben, ugye mindenki arra számított, hogy jön az ő 9-szeres alivilágbajnokság, 9-szeres alivilágbajnok, itt is simán be fogja húzni az első helyet, ott volt csapattársnak a Müller, aki 4-szer nyert már ebben a sorozatban, és ők kaptak még egy hihetetlenül erős csapattársat, ugye az argentin López, aki tavaly nyert a bajnokságot. Természetesen minden év elején azért optimistának kell lenni, de valamennyire realista is vagyok, és tudom azt, hogy azt a lemaradást, ami azért tavaly tetten érhető volt, azt nem feltétlenül tudjuk egy hol szezon alatt behozni, de mivel ott voltam a teszteken, pontosan tudom, hogy mennyit fejlődött az autó, és látom azt, hogy ez a tavalyi, mondjuk egy-másfél másodperces lemaradás egy körön az idén mindössze néhány tized lesz, és ez a néhány tizedes lemaradás már jelentheti azt, hogy egy-egy verseny hétvégén, ha nekem jobban jön ki a lépés, akkor akár önerőből nem kell megvárni a második futamot, hanem már az első ott lehetünk, vagy az időmérőn harcolhatunk az első helyére, és ez fontos. Hát meg a fenekükhöz odaérsz, hogy kicsit ki tud lökni őket. Másodszor, maradsz, nem ott leszel egy tizedre, kicsit ez balra, azt jobbra kiteszed. Ha úgy hallom, akkor nagyon jó az autó most. Hát... Na, jó, szóval én inkább azt mondanám. Ezt gondolom nem szabad elkiabálni, nem? Vagy nem mered elkiabálni ilyenkor? Vagy kicsit babonás vagy? Nem mondod, hogy nagyon hát, jó? Hát babonás vagyok. Aha. Nem merem elkiabálni, meg a tavalyi évben szempontból is egy nagyon jó tanulság volt, mert tavaly optimista voltam, és ahhoz képest mélyütésként ért az a hatalmas lemaradás, ami azért ott volt az első egy-néhány versenyen, tehát az nem volt jó átélni. És bár tudom, hogy idén fejlődött az autó, azért nem szeretném még egyszer olyan helyzetbe kerülni, hogy kicsit nagy mellénnyel vágok neki az évnek, és akkor hatalmas pofára esés. Na jó, te meg a nagy képviség azért az. Igen. Zoli még minden futam előtt fürdik szintén, mert ugye elkaptuk ezt a magyarodi futamot, amit mondta, kiszólt nekünk, hogy ott voltunk a VIP-ba, hogy mindjárt jövök, csak lezuhanyzom 10 perccel a futam előtt, ugye, hát is elmondta, hogy ez nagyon fontos, hogy úgy várja a vendégeket, a szponzorokat, egyébként nagyon szimpatikus, hogy mindig eltűnik egy kicsit a kis lakókocsijában zuhanyozni, egyet sajtótájékoztató előtt, a futam előtt.
mindig eltűnik egy másfél órára, azt, hogy mit csinál pontosan a fürdőkádban, nehéz megtudni. Játszik a kacsával. Vagy tényleg benn van a lopezék, vagy tényleg benn van a lopezék boxában, és valamiről... egy kiló kristálycukorra valamit próbál. Két műanyag, ha jól lejátsz a Trafalgari csatornán. Jól van, Norbi, hát nagyon drukkolunk, mint minden évben. Jó, ha lesz apropója aktualitása, akkor hívunk. Nagyon szimpatikus ez a döntés, és erre tessék büszkének lenni nyugodtan, és nem is azzal foglalkozni, hogy mi lett volna, meg ha az elején talán nem megy, akkor azon elgondolkodni, hogy az ember egója kicsit ilyen, hogy lehet, hogy rossz döntést hoztam. Emellett ki kell tartani. Ez egy nagyon, nagyon szép döntés, emberileg, szakmailag, tényleg minden, hogy kevesen tették volna ezt meg, szerintem, vagy kevesen gondolkodtak volna így. Azért, aki elé letettek egy olyan szerződést, ami jóval több pénzt kínál, mint mennyit keres, ott az ember azért sokszor megremeg a lába. Megremeg a lába és bűnbe esik, viszont te más szempontokat néztél, valójában igazán profi hozzáállás. De. Úgyhogy reméljük, hogy ez gyümölcsöző lesz és kamatozni fog. De ha egy baráti jó tanácsot elfogadsz, Norbi, akkor szerényebben, jó? Sokkal szerényebben. Meg ez a kapkodós beszél, ezzel baj van. Figyelj, kézzed, én ezt már egészen megszoktam. Az elején így mindig szóltam az Annának, mikor hívott, hogy szólja Norbinak, hogy kicsit ébredjen föl. Én most már bírom, hogy te mindig futam előtt is ugyanígy nyilatkozol. Tehát én ezt nagyon szeretem. Norbi, nagy kalappal beszélünk, jó? Vigyázz magadra, okay. Jó tesztelés, ciao. Mihelyis Norbinak köszönjük szépen, ciao. Hello, Norbi. Gyerekek, ez szép, nem? Nagyon, nagyon jó. Nagyon racionális jó, döntés is, hiszen elmondta, hogy nem kapott volna annyival többet, de amikor az ember így lojális marad, és kitart, és azt mondja, hogy mehetnék, de nem megyek, mert itt vannak ők, akik fontosak, azért úgy az... Ez egy szép döntés. Meg a mai világban nem jellemző. Meg nem? Hogy végigépítetted ezt az elmúlt néhány évet, amióta ő ugye csinálja ezt a szériát. Tehát egy lépésről lépésre haladtak előre az engőtímmel. Érted? És azt mondja, hogy van még benne, menjünk, csináljuk, tök jó. Igen. Ugyanakkor azért a szponzorok is elgondolkodhatnának azon, hogyha egyszer adtak esélyt az engőtímnek egy Mielis Norbival, akkor akik fel tudtak építeni ugye egy ilyen kaliber versenyzőt, akkor miért ne építhetnének fel még egyet? Tehát, hogy miért kéne azért kivonulni a csapatból, mert hogy a Norbi mondjuk nem ez volt a kimondatlan vágy? Hogy eljusson idáig a Norbi? Igen. Hát ez nehéz megválaszolni. Fél 8 múlt pontosan 8 perccel Óven bácsival, Beru nénivel játszunk. Van egy friss közlekedési hírünk. M1-es autópálya 143-as kilométer után Budapest felé van egy trafi. Ezt Katona küldte nekünk. Aki szeretne játszani, írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 múlt pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek 13-a van, senki ne ijedjen meg. Ha nem hiszünk benne, nem működik. Ki fogjuk mindenki. Vagy a péntek 13 vitorájából a szelet, nem kell betojni, és akkor nincsen semmi baj. És a fekete macska? Oh, akkor még jobb visszafordulni. De azért péntek 13-án átmegy előtted egy fekete macska, hát igen, elgondolkoznék rajta, hogy ajjaj, ajjaj. Bocs, hogy most értem, mert csak átjött előtt macska, és meg kellett kerülnem az épületet, hogy a hátsó bejáratonát be tudjak jutni az épületet, mert tudjátok mennyire babás. Azt hittem meg, tehát vele beszélgetni. Aztán utána ment, és felhúztad egy fára, hogy te rohadik, akkor is elkaplak. És magam mögé doblak, hogy ne tudjál előttem átmenni. Na, játszunk, jó? Itt van a játékosunk, Óven bácsival játszunk, már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hello, Dávid vagyok. Hello, Dávid! Szia. Dávid, honnan hívtál minket? Én most Gyöngyösen hagytam, futár vagyok. Futár vagy, mit viszel? Hát csomagokat, mindenfélét. Nyilván gondoltam persze a csomagra, én is asszociáltam azon a belül, hogy ma éppen mi a szállítmány, tudod, de belenéztél, megráztad. Dobozok, nem tudok, nem látok bele, meg kis csomagok. Egy idő után kihal az emberből a kíváncsiság, hogyha lát valami olyat, olyan alakú, olyan formájú, megnézze, ütögesse, meghallgassa, búg benne valami, rezeg benne valami. Jó, megrázza, aztán konstatált, hogy ez törékeny volt. Hát igen, persze, most viszek egy kocsiajtót is, hogy törékeny. Kocsiajtó? Aha. Hova viszel kocsi ajtót? Mátra, Novákra. Egy kocsi ajtót? Aha. Jézus. Hiány van belőle Mátra, Novákon. De mi van, ha valaki a barátnőjének részletekben veszi meg az autót? Azt mondja, egyet Valentinra, egyet a születésnapodra, egyet karácsonyra, most az ajtón soros. Utána meg lesz. 10 évig együtt vagyunk, megvan a kocsi. Drágám, nagyon boldog Valentinnapot, mit kaptam? Egy kocsi ajtót. Jól viselkedsz, karácsonykor megkapod a futóművet, és aztán 3 év múlva lesz autód. Istenem, karburátor, annyira szeretlek. Részletekben veszi valaki az autót. Na, és hát akkor szállítasz, azt mondod, kocsi, autót. Én igen. Volt még valamilyen különleges élőállat, bármi, teknős dobozban, amire azt gondoltad, hogy jó Isten, ki vesz ilyet, vagy ki rendel ilyeneket? Nem, hát itt meghalnának én nálam az ilyenek.
Olyan durván vezetsz? Hát igen. Durván vezetsz, aha. De nem tört össze még soha semmit, tehát nem volt olyan, hogy vittél egy minkorabeli vázát és kicsomagoltál. Bort már törtem össze. Tényleg? Aha. Tehát nem volt be egy 1860-as palackozás. Legalább. Na, hát egy 8-as. Nyolcas. De picit hirtelen veszed a balost, szigorú bal kettőbe vissza, és akkor úgy fordulsz futárként, igen, vagy hogy? Igen. És akkor mi van, te kifizeted ezt, vagy ez hogy van? Ezt ki kellett, igen. Tehát ilyenkor a munkahelyed mondja, hogy nagyon jó, akkor legyél szíves a páciensnek leszállítani, ha a tüvegbort, vagy adod az árat? Nem, arra kellett adni az árat. Uh-huh. Hogy van, megvárod, mi kibontja, látod, hogy össze van törve, és akkor mondja, hogy és ott helybe kifizeted, vagy levonja? Nem, hát mondtam is neki, hogy összetörtem, és mondta, hogy mennyibe kerül, és így kifizettem neki az árat. Ja, még ott a helyszínen. Aha. Uram, meghoztam a bort. Igen, összetűntem. 110 ezer, adom. És ennyi? Tehát ez így lezajlott ki? Aha. Hát figyelj, így hozhatsz hozzánk is valamit, akkor nem zavar. Ha összetűröd. Jó bor volt legalább? Nem, olcsó volt, nem volt nagy vészes, nagyon vészes így. De milyen mázlid van, nem? Szerencsére, tényleg nem ilyen múzeális érték, amit mondtál. Igen, darabja 3000 dollár, tudod. Egy hatoskát összetörtél, hát a Gyöngyös környékén van két szigorú bal, amit csak kettőbe lehet venni. Meg kell érteniük. Igen. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó? Jó. Ó, a kanyonban vannak. Bizony. A kis ja. Luke versenyzik. Ja, azt hittem, hogy valami értezetes mutáns bögjökkel hallgatkoz. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Hú, szóval. Hát, ha az, amire gondolok, akkor úgy fogod szidni magad. Igen, jön még egyszer a részed, figyelj! Hopp! Kérhetnél a hosszabbat? Hosszabb verzió, figyelj, kivettük a bögrét. Na, hát ez már innen azért elég könnyű. És a cél egyenes. Gyerem. Most a cél egyenes. Ez sincs meg, ne csinál. Még egyszer. Figyelj, hallgass meg. Jézusom, az biztos nem az. Bármi jár a fejedbe, azt felejtett. Már na, kollégák. Ki az? Hangosítsd ki, mit mond? Hangosítsd ki, tényleg kíváncsi vagyok. Pillanat, már küldött a kollégám egy üzenetet. 8 óra munka. Én szeretem ezt a dal, gyerekek. Ez egy jó dal. Beatrice. Na, milyen interaktívak vagyunk? Már azonnal hallgat bennünket valaki, és már küldi is neked. Ki volt az illető? A kollégám. Jó. Hát valamit adjál neki az ajándékcsomagból, jó? Jó. Nem. Azt üzenik, hogy siess az ajtóval, mert fázunk. Gábor küldte ezt nekünk. Köszi a játékot, bögre nincs, bögre nélkül küldjük az ajándékcsomagot, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Na jó munkát, vigyázz az árura. Hello. Vagy mi van, ha egy darabonként lap autót? Azt írja valaki. Autócsempész. Tényleg, autócsempésznek. Hát vagy így értékesíti. Hát elég fura. Fura, nem? Hogy egy ajtó. Ritkát szoktak futára küldeni ajtót. Vagy oda mész a bontóba, vagy megcsinálják a szervízbe, de hogy futára valaki küldett valahova egy ajtót. Nem, valószínűleg az lehet, hogy talált bontóban, egy vidéki bontóban valahol, és elküldeti magának. Neki elemen érte, kért egy ajtót. Mert a nagy alkatrész beszállítóknak vannak saját autói, tehát ő saját maga kiviszi, ha te rendelsz valamit, úgyhogy ez biztos valami ilyen használt netről. Igen. Gyorsan egy közlekedés, M1-es autópályán Budapest irányában rendőrautóból vadásznak a gyorshajtókra a 142-es kilométernél. Lipi Bandi küldte nekünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után, 4 perc múlva pontosan. Á, gyerekek! Hát megy ez az Ákos, ez hihetetlen. Nem betúrja magát. Egészet nem csinált cserét, most Péter meg belehúz. Igen. 4 perc múlva 8 óra jövünk Ákos hírei után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek 13-a, senkit nem rémizgetünk. Csak mondom, hogy van mindenkiben, vagy sokakban egy kollektív félelem, ahogy itt látjuk az SMS-eket, és pont ezért válik talán valóra, mert az ember úgy indul neki a napnak, hogy Jézus Mária, ma van. Jó, hogy be is mondom, mert akkor eddig elfelejtett azt, hogy úristen, tényleg, kösz, Bali. Mert eddig ezt nem is tudtam, hiszen nem mindenki néz rá a naptára, de nem szabad.
Nem szabad ettől megijedni. Ne higgyetek, a babonákban, jó? De azért az ördög nem alszik. Igen, ne higgyetek a babonának, higgyetek annak az összetört autótoknak, ami ott van most valahol. Gyerekek, azért nagyon sok baleset van, valami csak történik. Sokkal több a baleset, mint más napokon. Lehet, hogy meleg front, nem tudom, de más, hogy máshogy állunk. Mert elébe mennek az emberek a dolgoknak. Tehát azt mondják, hogy péntek 13, úgy is meg kell történni, akkor meg most. Csak akkor becsukja a szemét, és neki megy egy fának, legyek túl rajta. Van mire fogni, hogy miért történt. Neki megyek, legyek túl rajta. Na. De figyeljetek, ezzel kapcsolatban lenne egy javaslatom. De ha nem, hát nem. Én mindent megtettem. Figyelünk. Nagyon vagyok. Igen, mondom a közlekedési híreket. Na? Hogy nem tudjuk, hogy ki lesz a nap legszerencsétlenebb embere, de azt tudni fogjuk, hogy mondjuk, vagy tudhatjuk, ha a hallgatók megírják SMS-ben, hogy a 6-tól 10-ig tartó időszakban, tehát a műsoridőnk alatt ki a legszerencsétlenebb. Adjunk már neki egy ajándékcsomagot, így ilyen kicsit vigasztalásképpen. Szóval szerencsétlen, hogy az élete szerencsétlen, rosszul alakul, vagy a mai napon már egy olyan dolog történt vele, hogy a mai nap miatt megérdemli. Aki a péntek 13-mal kapcsolatos összes sztereotípia bekövetkezik. Akivel ma eltört a lábád, elcsúszott, szobnyaktörése van, autót tört, rengeteg baleset van egyébként tényleg. Mind a két kezemet eltörtem, orral írom ezt az SMS-t. Igen, lábbal rajzolok és lábbal írok, igen. Jó, lehet, de tényleg nem ér kamuzni, mert akkor 15 rácsörgünk, hogy valójában mi történt. Jó? Hogy érzed, segít a napon? Amikor azt mondod majd, hogy akkor tiéd a borvinksós ajándékcsomag. Segíthet. Jó. Hát, ha jönnek ilyenek, hogy a feleségem helyett Zahár Gáborral ébredtem ma reggel. Zahár Gáborral új évkor osz találkozni, ő kíván neked boldog új évet, nem? Az a legszerencsétlenem. Jó, figyelj, megcsinálhatjuk, persze. Én mondjuk egyáltalán nem félek ettől. Most tudod, most rám esett volna egy hangszó. Én nem félek a péntek 10-et. Semmilyen nincs bennem. Ez egy marhaság. Azt tudjátok, hogy márciusban is 13-a péntek? Jövő hónapban. Állítólag igen. Kétszer egymás után. Azért ez. Mi február? Ja, 28 napos. Milyen esze van? Soha ki nem számoltam volna. Átlagos. Soha. Akkor mi vagyunk átlag alatt? Március 13 péntek. Szép. Ha ezt most megúszok, akkor lehet rögtön izgulni. És akkor is adunk egy csomagot? Akkor is. De most erre a készleteink végesek, azért minden pénteken ne adjuk. De adhatunk be, ha valaki nagyon összetöri magát. Írjátok meg tényleg, aztán mi majd eldöntjük, hogy ki a legszerencsétlenebb közületek. A minimum, igen, kórházban vagy nem tudsz írni, és lábbal írod, és két beöntésen túl vagy. Tehát ez a beugró. Tehát az, hogy jaj, elcsúsztam, és kicsit fáj a lábam, ez semmi. Tehát tényleg durvát kell írni. Igen, amikor a doktoron azt mondta mögötted, hogy áj, ez ide kicsi lesz. Igen. Hát gyerekek, mondjuk, ahogy nekem indult a reggel, igen, lehet, hogy mégis van benne valami. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Budapest felé közlekedőket mérik az M3-ason, a 212-es Szelvénnél, a Selk útnál. Attika küldte nekünk egy sárga Scaniából. Trafi a 3-as főúton, forró belterületén, ezt Lacó üzente. Aztán 4-es út 71-es kilométerénél Budapest felé építik a fotostúdiót, vagyis trafiznak. Stuvi küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Van egy baleset a Baks csomópontnál, méghozzá 4-es koccanás alakul. A dugó a hegy felől is nehezen tudnak lejönni, és keresztbe is nehezen tudnak átmenni. Üzente nekünk Icus. Máté Szalka, a teipar előtt drága fotók készülnek egy fehér civil Audiból. Ezt Jani küldte nekünk. Nagy Lajos Király útja az Őrstől az M3-asig olajfolyásos, úgy csúszik, mint a tükörjég, menjen mindenki óvatosan. Anikó küldte nekünk, valamint a Lébényi kiárónál lehet pózolni a fotóhoz, szállító küldte nekünk. Van egy 3-as kocunk, a Maglódi úton kifelé a Kocka utcánál, Rétságon szintén trafiznak, és a 44-es főúton Kecskemét és Tős erdő között fakitermelés. Nem, gyerekek, most csak két koc, a többi az trafi, nem annyira vészes. Nem annyira vészes. Túl vagyunk már kettőn, vagy hármon? Bizony, de ha belegondoltak, akkor a nagyszámok törvénye alapján most a kint lévő trafiknak a mennyiségéből adódóan sokkal többen fogják azt gondolni, hogy ez egy szerencsétlen. Az biztos, amennyien trafiznak, igen. Azt tudtátok, hogy idén karácsony is péntek 13-án esik? Jó, gyerekek, az nagyon tudjuk, és az új év is. Jézus Mária. Az nagyon kemény. Még hiszen húsvétot se értem, hogy ez hogy jön ki naptárilag mindig hétfőre, a kutya fáját, nem, hogy ezt egyszer nekem valaki elmondja. Nem? Szeretnél egy pénteket? Hogy esik? Hogy a fenében? Hát de annak ugornia kéne ugyanúgy, nem? Nem kell, hogy van? Zsűr? Nem tudod? Ugye? A fene vigyel. Hát, köztünk a legokosabb. Igen. Na, nem akarok erről hosszan beszélni. És amikor ezt mondom, mindig nagyon hosszan beszélek dolgokról. Igen. De mondjátok meg nekem, hogy
Aztán átkanyarodunk majd máshova, de érinthetjük ezt a témát is, mert mindjárt... Sejtem, hogy mit akarsz mondani. Ha most kitalálod, akkor adok egy puszit. Ha most megmondod, hogy mit akarok mondani, akkor egy hétvégén, ahova mész, amit eszel, iszol, azt a szállodát, azt kifizeted. Az egy hétvégére állom a cecheteket, egy wellness hétvégére. Ha most beletrafálsz, leírom. Egy sztorit akartam elmondani, egy kérdést, amit nem értek, egy jelenségről akartam beszélni, hogy miért csinálják emberek. Azt jó. Mondd. Jó, de leírod. Leírom, most ezt megmondod előre, akkor zseni vagy. Egy szót írok le, mert abból már mindenki tudni fogja. Megnyitok egy oldalt én közben, és azt csak felmondom. Basszus, bukom. Akkor tudod. Leírtam egy szót, tessék, mehet. Na? Szerintetek miért közügy az, hogy Kökény Attila melleit? Rohadt szemét! Azt írtam le, hogy Kökény. Megvan! Honnan tudtad, megvan, hogy ezt akarom mondani? Hétvégézel, Janikám. Egy wellness hétvégére a családdal a vendég. Már megérte. Figyelj, úriember vagyok, nem hátrálok ki a dologból, egy wellness hétvégére a vendégeim köszönöm vagytok. Szépen. Jó, a szállodat én választom. Közel lesz. Közel lesz, félpanzió lesztek, és nem lesz jacuzzi sem. Leírtam, hogy Kökény. Igen. Honnan tudtad? Mondtam, hogy erről akarok beszélni? Elszóltam magam, vagy nem? Az van, hogy az előbb felvillant itt a képernyőn, és engem már ez őszintén szóval napok óta foglalkoztat. Igen. Ez a dolog. Ez nem dermesztő a dolog, és nem személyes. Mert nem. Kökény Attila nagyon tehetségesének, és mi nagyon kedveljük. Igen, de ráadásul szimpatikus, pont most a Story Gálán találkoztunk, dumáltunk, de nem bántani akarom, mint kérdés. De, egyébként igen, de Laci. De én nem akarom. Én nem akarom szóval azt, hogyha valaki beírja valaha azt, egy mondjuk a Google-ba, hogy Vadon János mellei, akkor kidob 49.100 darab találatot. Márpedig, ha beírom azt, hogy Kökény Attila mellei, akkor 49.100 darab találat tanúskodik arról, hogy ez igenis fönn van a neten ebben az aspektusban. Szóval elképesztő szerintem, hogy amikor nők bartereznek, és azt mondják, hogy én elmegyek, és leforgathatja a fókusz, az aktív, tök mindegy. Az, hogy nekem megcsinálták a mellemet, és ez 800.000 forint plusz nekem, vagy nem kell kiadnom, és a klinikáról nyilatkozik valaki, azt mondom, oké, aki tud, barterezik. De hogy amikor ezt palik csinálják, az teljesen megdöbentő. Kökény Attiláról láttam egy felvételt, hogy áll félmeztelenül az orvosnál, és körberajzolják a melleit éppen. Körberajzolják a melleit egy filctollal, és mondja neki a doki, hogy majd ebből itt vágunk, ezt leszedjük, és áll szegényként félmeztelenül, hogy van az a pénz, vagy hát hogy... most már ő a második. Igen, és itt nem a műtétel vagy ami a van. Mindenki úgy csináltatja meg, de hogy... Ugye sokan nem tudják, vagy esetleg kevésbé ismert a tény, hogy a férfiakat ugyanúgy veszélyezteti a mellrák, mint ahogy a nőket sok esetben, és vannak, akik mondjuk alkatilag erre sokkal, de sokkal fogékonyabbak sajnos. Na jó, azt gondolom kis százalékban. Hát kisebb százalékban, de a mellrák ugyanúgy probléma a férfiak számára. Na de gondolom, ő azért csináltatta meg, mert nagy volt neki. Ráadásul nem csak ez, mert ráadásul ő talált állítólag egy csomót benne is az egyik mellében. De igen, ez egy szomorú dolog, meg az ember csináltassa meg. De hogy lehet, hogy föl akarja hívni a figyelmet erre, hogy a férfiakat is veszélyezteti a mellrák. Jó, csak mondtam, mehetünk tovább. És körberajzolták a melleit, és elképedve láttam, hogy ez arról szól valószínű, hogy ezt akkor neked a klinika bevállalja, vagy kifizeti, vagy ez hogy van ez, hogy te újságnak, országvilágnak megmutatod a műtétedet, állsz félmeztelenül, mint a Bors újságban, az Aktívban, nem tudom, a 100 helyen, és egy filctollal körberajzolják a melledet. Vágó Isten úgy mondaná, vélhetőleg. Vélhetőleg? Hogy ezt csak azért, hogy ezt kifizessék neked? Nyilván. De benne van, hogy melyik klinika csinálja? Uh-huh. Bevállalnád, amíg azt mondják, hogy figyelj, mit tudom én, lejjebb vesszük a hastérkörfogatodat, állj oda félmeztelenül, és körberajzolunk már egy filctollal. Egyrészt, mert szép a hasam, tehát jó, így, ahogy van. De elégedetlen ember. Dolgoztam rajta 45 évet, ha elégedetlen lennék, akkor se, nem tudom. Igen, nem ennyibe kerül egy ilyen? 600-800? Hát... A férfiaknál is ugyanannyi. Nincs implantátum, ugye azt nem tesznek be, tehát azt mondjuk megúszod azt a részét a műtétnek, nem tudom melyik része van mögötte. És biztos nincs olyan, hogy kettő olcsóbb. Hogy azért mentek. Igen, ha már kettőt csináltatsz, akkor egy picit olcsó. Nem, nagyon fura. Én azt gondolnám, vagy én úgy állnék ez a dologhoz, hogy ez egy nagyon intim. Ugye, hogy egy baromi intim dolog. Igen. Igen.
azért ez nem egy, nem, olyan értelemben nem egy szépészeti műtét, hogy most akkor mit tudom én, mint ahogy a csajok botoxolják a szájukat, megcsináltatják a mellüket, stb., hanem ez egy félig meddig ezért egészségügyi okokra visszavezethető beavatkozás volt. Hát ezt az ember úgy nagyon nem teszi így fel soha, a címlapokra. Ezeket, nem, például azért régóta dolgozom, soha nem tudom megérteni, hogy valaki kórházban van, és mit tudom én, infúzió van neki bekötve, és beengedi a sztori fotósát, és csináltat magáról úgy egy képet, hogy a lekiszolgáltató pózban egyébként ott ül lefogyva, belesoványodva, rosszul, egy ilyen rossz pizsomában, ágy közben. Az ember nem akarja a családtagokon kívül senkit vele találkozni. Kivéve, ha Gáspár a vezetéknevet. Nyilván, igen. De hogy... És akkor beengedi, és akkor csinálják róla egy fotót, és címlapra kerül, hogy ő most kórházban van. Hogy ennyire kell... Vagy hát hogy ez ennyire fontos? Hogy így kell? Aha. Érted? Mert azt talán még el lehetne mondani, hát most ez egy üzleti szerződés a dologban, ők most jönnek ezzel az ügyel, de hogy ott állsz félmeztelenül, ez a bajunk, nem? Igen, hogy nem volt valaki, aki rámutatott volna erre a fotón, és azt mondja, hogy hát ez a melprofilos történet, ott a köré rajzolt kis, hogy pont veszőcske készen van a fejecske típusú ákombákommal, hát azt már ne, Ati. Bíz bennem, hidd nekem, jót akarok, én vagyok a menedzseret. Ha van menedzsere? Hogy ezt ne. Vagy a felesége. Hogy azt mondja neki, hogy Ati, ezt azért már nem, mert ez picit talán sok. Na mindegy, jó, ha a kökényt elérjük fél után, akkor ezt megkérdezzük tőlem. Nem csak erről akartam beszélni, milyen fölhívunk. Hanem, hogy melyik szállodába szeretnénk menni, és konkrétan mikor. Jó, ezt figyelj, új ember vagyok, bökje rá, választ ki egy éjszaka. Nagy legyen. Egy éjszaka, és hát a feleségem neki csak vacsorára jöhet. Egy éjszaka, és nincs benne a vacsora. Nem, az alvás nincs benne. Egy éjszaka, igen. Vacsora. Egy éjszaka, este mentek, reggel jöttök. És nem vesztek semmilyen szolgáltatást igénybe. Nem, figyelj, ezt állom. Viszont azért hívjuk föl mindjárt a mi kedvenc plastikai sebészünket. Nem csináltam be melműtétre? Hát beszélj meg. Ha szükséged van rám. Hogy biztos is láttátok azokat a fotókat, amikor szép csajok egész egyszerűen egy pillanatról a másikra döbbenetes átváltozáson mennek végbe arcilag. Most ugye az Uma Thurmanről hoztak le olyan fotót, hogy egyszerűen nem érted, hogy mi történt vele. Döbbenetes. De megtörtént ez a Bridget Jones naplójában szereplő csajjal, akinek nem tudom, a René Zellwegerrel. Gyönyörű nők. Nicole Kidmannel. Gyönyörű nők olyan csúfságot csinálnak a saját arcukból, hogy az ami elképesztő. Hogy ezért mi történik ott? A plastikai sebész hibázik, vagy széthúzzák, szétfeszítik az arcukat? Horror pénzért egyébként ő kéri. De nem te mondhatod meg, hogy mit akarsz? Tehát, hogy de eddig, nyilván, de hát. Már hogy mennyire csinálják meg, hogy itt van egy nagy ráncom, doktor úr, azt kéne csak picit legyen halványabb, vagy bement Uma, és azt mondta, hogy ő egy babapopsi arcot akar magának. Sikerült, mondjuk mimikája nincs. Tehát Uma Thurman úgy néz ki, mint akit kivasaltak. És ez szomorú, mert ahogy te is mondtad, alapvetően itt arról van szó, hogy ezek a hölgyek régen nagyon jól néztek ki. De ezt magyar celebeken még nem látom. Tehát ezt a fajta nagyon durva átváltozást, amikor te úgy nem tud pislogni, mert félsz, hogy fölreped a bőre, meg ezt a fajta beavatkozást, ez nem tudom, ez botox, vagy ez micsoda? Igen, de ez Imány Lila jó úton halad e felé. Szerintem. Volt, igen, ő is találkozott már a késsel. Mert ő neki se új a plastikai sebészet. Nagyon jól néz ki, de rajta azért látszik, hogy változik így a korral. És hát nem egyfajta ilyen egészséges öregedés, amit látszik rajta. Ő eddig semmit nem csináltatott magán? Nem. Tehát eddig tök normális volt, most egyszer csak, nem tudom, azt mondta, hogy hajrá! Én azt nem értem egyébként, és az a fura, hogy olyan szép egy nő, amikor azt látod rajta, hogy elkezd olyan szépen megöregedni, hogy egyszerűen szexi lesz tőle. És amikor látod ezeket a kivasalt arcú, pislogni nem tudó, önmagukra egyáltalán nem emlékeztető nőket, akkor egyetlen egy gondolatod van, hogy Jézus Mária. Nem? És egyáltalán nem vonzó, egyáltalán nem lett szebb. És hogy az ő önmagát valójában ilyenkor szebbnek látja? Hát minden, ha például most beütitek Uma Thurman, vagy megnézitek a René Zellweger, de nagyon sokan csináltatok olyan arcot maguknak, hogy egyszerűen internetes portál is összeszedte a 10 legnagyobb átváltozást, hogy hihetetlen. Hogy ez milyen beavatkozás? Ez lehet, hogy valami új dolog, amit csinálnak velük, ez az arcvasalás, nem botox ez szerintem. És ráadásul ugye színésznökről beszélünk, akiknek
a munkájuk az kell, ugye a mimikájuk is, az arcuk is. És ami a legmegdöbbenőbb, szerintem Nicole Kidmannél érhető ez leginkább tetten, hogy egyszerűen elvesztette az arca a játékosságot. Tehát nem működik. Nem működik a semmit a nem tud csinálni. Szerintem aludni nem tud, vagy csak nyitott szemmel. Jó, mondjuk, legyünk őszinték, azért nem minden nő áldott meg a jóisten olyan genetikával, mint mondjuk a Jennifer Aniston-t, vagy a Gillian Anderson-t. De szerintem egy kicsit csúnyább nő, ha elkezd öregedni, is jobban áll neki, mint ha mondjuk megcsináltatná az arcát, és nem tud ebbe belenyugodni. Nem? Tehát akkor még egy rondább nő is szexibb, ha nem csinál semmit az arcával. Keresetek de természetesen öregszik. Sylvester Stallone mamájára. Nem, tudom, már rákerestem egyszer, többször nem akarok. Ugye? Na, jó. Jó, értem, ő már 90 éves. De mama nagyon durván plasztikázta. Mama nem olyan nagyon durván, tehát az mama nem jön ki a klinikáról. Igen. Annyira jön, hogy lefényképezik és vissza. Mama nagyon kemény. Amikor megjelennek valamilyen rendezvényen, akkor a piros szőnye kimászik alól. Igen. Mondjuk, amikor 80 éves volt, még én meg láttam róla a képeket 80 évesen, 3 mohító után egyedül vagy még. Azt mondja neked, hogy kicsim, nem tudod, hol a ruhatár, és szívesen megmutatod. De. Tehát, hogy akkor még. Na, itt van velünk dr. Krasznyi Zsolt, plasztikai sebész. Hello Zsolt, jó reggel! Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt. Te láttad ezeket a fotókat? Ez most egy jelenség. Láttam, különben még mielőtt felhívtatok volna, én már tegnap láttam ugyanígy, valahogy valamilyen formában, ugye pont a feleségem mutatta, és akkor ma reggel hívott az asszisztensem, hogy morning show, és hogy Uma Thurman lenne szó. Mondtam, oké. Okay. Igen, én is pont láttam, hogy képben vagyok. Mondtad, oké, srácok, jöhetnek, felkészülj. Kiből csináljuk Uma Thurman? Mit csinálnak az arcukkal? Ez tényleg döbbenetes, én még magyarokon nem látom, lehet, hogy ezt megcáfolod, hogy már te is csináltál, nyilván év nélkül, de hogy ez botox, vagy ez arcvasalás, vagy feljebb húzzák az arcukat. Milyen eljárás lehet ez? Szörnyen néz neki. Sokfajta beavatkozás van, ugye a világszárokon ugye az a legnehezebb, hogy pont képen vannak, és előttünk vannak a jól és a nem jól sikerült esetek. Na most, hogy gyakorlatilag a túllátványos eset a számunkra hétköznapi embereknek egy picit túl erős, viszont a képernyőn nekik meg ez kell. Ők kevésbé a hétköznapi életben való megítéltetés számukra a legfontosabb, mint szerintem az, hogy a képernyőn eladhatók legyenek. Ők termékek. Vegyük ezt Tom Cruise, tegyük ezt Jennifer Aniston. Janinak üzenem, hogy azért Jennifer Aniston is meg van operálva, nem egy ponton, tehát nem a természetesség szépségében tündökről 47 évesen, mint ahogy Angelina Jolie-nak is vannak beavatkozása, csak vannak jobbak, és vannak kevéssé jobbak. Aha. Na most a kevéssé jobbak, mint ahogy mondod Renée Zellweger, akinek tényleg egy nagyon hirtelen karakterváltozás alakult ki, vedd ugye most ugye Umát is, akinek ugye egy hirtelen karakterváltozás, ezek nem biztos, hogy szerencsések, de például azt hiszed Catherine Zeta-Jones, aki tartja magát, de ő neki például külön digitális effektust kell, múltkor egy rendezővel beszéltem, digitális effektust kell alkalmazni ahhoz, ha megnézed a Red 2 című filmet, mindenkinek tűüles arca, még szegény Bruce Willisnek is, de egyedül a Catherine Zeta-Jonesnak kicsit homályos végig az arc az egész film alatt. Döbbenet. Régen külön operatőröket hívtak a híres színésznők, akikben ők megbíztak, hogy őket úgy tudják fölvenni. Most itt annyiban változott, hogy digitalizáltak, illetve aki tud magához elmegy egy plasztikai sebészhez, és gyakorlatilag valamit elvégeztet. De nem szebb egy olyan nő, aki egyébként szépen öregszik? Tudom, hogy Hollywoodban már az idősebbeket egyáltalán nem alkalmazzák. Tehát minél fiatalabb vagy, fiatalosabb vagy, annál többet kapsz szerepet egy idő után, már nyilván nem. De hát, Uma Thurmant, ha megnézed, hát ez szörnyű, hát nem tud pislogni. Döbbenet, igen, egyet kell nézni például, nála, ugye 17 évesen már ugye ott volt a top filmek listáján, tehát ugye a Veszedelmes viszonyokban John Malkovich-ra, tehát ő azért már majdnem 30 éve a piacon van. Most egy olyan hölgynek, aki 30 éve visszanézi 30 évvel ezelőtti filmjét, akkor gyakorlatilag ugye gondolom, ők minden nap szembesülnek azzal, hogy hogyan öregszenek. Hiszen bármelyik csatornát kinyitott, valahol ott van, vagy az 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel, vagy 20 évvel ezelőtti filmje. Tehát ez is valahol számukra egy erős kontraszt, illetve egy erős motiváció, hogy most mégis induljak, ne induljak plasztikai sebészhez. Kettő, a piac nagyon erős, sorban jönnek, hát 10 000-ével állnak ott sorban, ugye a hölgyek, akik ugye a helyükre lépnének, és most fordítok például, ott van Jessica Lange, aki ugye tényleg szépen öregszik, tehát ő meghagyta magát, nem operáltatta magát, igen, hogy szép hölgy volt, viszont nem is látod a filmvásznom. Tehát, hogy hát, nem alkalmazzák, vagy kevesebbet, hát nem, igen. Hát lehet, hogy nem. Hát igen, bocsánat, tehát ott van ugye a American Sorozat. Horror Story. A sorozatban, okay, igen. Oké, okay. De nem látod nagy movie-ban, nem látod nagy filmekben, és gyakorlatilag ugye egy hátrébb tolódott színész. Ott van például Michelle Pfeiffer.
Hát a mi korunk egyik gyönyörű nője volt. Bizony. Látod moziba? Sarah Jessica Parker, ő már nincs is. Na jó, de Sarah Jessica Parker, mondom, a múltkor hozták egy fotó, ő is úgy nézett ki, hogy az, ami elképesztő. Mi sem arcbőrt feszítenek? Vagy? Igen, tehát gyakorlatilag, hogyha megnézed, itt ugye szemhéjplasztika, volumenpótlás, illetve arcplasztika. Ez most így nagyon lebutítva úgymond a beavatkozást, és hát ezen lett mindenféle olyan konzervatív kezelés, mint botox, töltés, bármi egyéb, meg illetve a bőrminőségi való javítás, lézereskezések. Mi gyakorlatilag, hogyha egy ilyen kezelés sorozatot végigajánlunk egy páciensnek, mert sokan jönnek különben hozzánk, akik hasonlóképpen átesnének, hogy Magyarország még egy picit konzervatívabb, és a érdekes, hogy leül elém mondjuk egy 60 éves hölgy, és szegényként már nagyon-nagyon 10 éve várja, hogy valami változzék. Én csak annyit szoktam neki mondani, hogy az ő korában, az ő egzisztenciájában Amerikában már cikia nincs megoperálva. Tehát gyakorlatilag, és ez nem azt jelenti, ne azt nézze, ne a elrontott eseteket. Nagyon jó eseteket lehet kialakítani arcplasztikával, nagyon jót lehet botox kezeléssel, csak a túlzásba esett esetekből sajnos elég kettő rossz, az már is egy rosszabb megítélés ad, mint hogyha 30 év után. Van, aki visszaszépült, tehát a Nicole Kidman, amikor kiment belőle a botox, felszívódott, nem tudom, nem értek hozzá, akkor egészen emberi vonásai lettek megint, és nagyon szép lett újra. Aztán megcsinált, hogyha megint ronda lesz, megint szép lesz, nyilván a mi szemünkkel ronda. Nem a botoxon van a probléma, a presszió van. Ezt már máskor is mondom, például Michael Jackson halála tulajdonképpen a presszió, hogy az orvos nem akart elveszíteni, úgymond a páciens, egy híres páciens, ezért ott hagyta nála azt az adatot, amiből bele is halt, mert maga adagolta be. Itt is ugyanez a baj, nagyon sok orvos nem akarja elveszíteni a paciensét, inkább elvégzi rajta azt az ideális kérést, amit ma a umosra látja magát a tükörbe reálisan, hogy még jól nézel ki, nincs rá szükséged, ott van Daryl Hannah, aki szintén ugyanebbe az esetbe esetben, és gyakorlatilag ugye az orvos presszióra megcsinálja, csak nem egy jó végtermék, viszont nincs odaírva mellé, hogy ki operálta. Igen. Ilyenkor mit csinálnak konkrétan? El tudsz mondani egy-két esetet? Csak hogy értsük, hogy lefejtik az arcbőr, de most tényleg ilyen részletességgel meghúzzák és visszateszik? Vagy, ez egy nagyon jó beavatkozás, nekem is. Én nagyon sok arcplasztikát csinálok különben Magyarországon. Az arcbőrt? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Nem egészen, ez egy kétrétegű feszítés, amiben az arc alatt van egy olyan réteg, amit feszítesz meg, ezáltal viszont a bőrt már nem kell hozzá, az csak hozzáigazítod, ezáltal kapsz egy természetesebb hatást. Az izmot lefejted a bőrt az arcról, és az izmot hátra feszíted? És, tehát lefejted ugye a bőrzsírral együtt ugye az arcról. Atya is, úgymond, az arcom van egy háló, én így fogalmazok, és utána először a hálót feszíted meg, azt nyugodtan megfeszíteted, de azt kívülről nem látszik, és utána az arcbőrt csak hozzáigazítod. Ez úgy, mint az Állar című John Woo filmben a Travolta, hogy fekszik eletted a paciens, és vágsz egy kört az arcán, és lehúzod a bőrét, vagy hogy? Nem, ennek megvan a technikai trükkje, nem kell túl sokat alá menni a bőr alá, körülbelül mit meg egy sávot tekint egy olyan 6-7 centit, és viszont a nyakon ott igen, ott szó szerint egyik oldalon bemész, a másik oldalon átnézel. És akkor felhajtod a bőrt, mint egy ilyen kis gallért? Így is van. Azt a mindenit. Azt, kezdődik a horror. Érdekelnek a részletek tényleg. 18-as beírtátok? Erről lehet beszélni, tehát ez úgy nem durva, csak hogy milyen beavatkozás, tehát hogy felhajtod a bőrt, alatt ott van az izom, vagy ott vannak a szövetek. Alatt különben az arc különböző szövetei, mimika izomzattól, erek, idegek, stb. És gyakorlatilag ugye a megfelelő technikával, ugye a technikának a lényeg, hogy ezt a réteget is felhajtom, tehát két rétegű felhajtás van. Ne kezdj el senki, aki még ezt előtte nem látta. Én is ezt Amerikában láttam egy kollégától, és gyakorlatilag utána azt a réteget feszíted meg először, de azt nyugodtan megfeszíted, és a második réteg a bőr csak hozzáigazítod. De az izmot hogy feszíted meg? Tehát, hogy valamire ráakasztod, vagy a szövetet? Nem, ezt egy picit nehezebb elmagyarázni, hogy hártyát kell képezni, tehát az izom fölött is hagysz annyi zsírszövetet, hogy tudjál egy olyan hártyát képezni, amin keresztül húzod meg. Vannak különböző fonal behúzások is a műtét alatt, amivel ugye tulajdonképpen picit megfeszített, kicsit egyik irányba, másik irányba meghúzott. Ez nagyon-nagyon egyszerűnek tűnik, de azért ennek van a képillusztráció, amit ugye magát a konzultáción is bemutatott, hogy mik a húzás irányok, mik a rétegek, amiket megfeszítesz. De jó, tehát én azt mondom, hogy különben Amerikában 38 és 55 közé teszik az ideális arcplasztika időpontja. De ha az jó kezekben van, akkor ezt nem veszed észre. Ha ez rossz kezekben van, akkor értem. 38 és mennyi? 55. 55. 55. Figyelj, benne vagyunk. Hármunk közül láttál már minket. Hármunk közül. Melyikünknek van szüksége szerinted némi nemű arcplasztikára? Facelift-re. Rád felvarás facelift. A másik is fordítok, hogy férfiaknál nagyon-nagyon ritka. Tehát én talán 10 férfiből egyet megoperálnak. A férfiaknál mindig az az egy baj, hogy nagyon nőiessé tud válni az arc. És én pont ezért nem vállalom fel a férfi arcot, csak nagyon-nagyon ritkán. A tükröt mindig megnézzük, hogyha megfeszítjük, akkor nem lesz-e
férfiatlanabb nem lesz-e túl mű a hatása, és abban a pillanatban, hogyha nem, akkor elvégezhető, hogy picit is, akkor nem, lázaros eseteket ugye megint Hollywoodból lehetne sorolni. Akinek különben jó arcplasztikája volt, az első arcplasztikája, ami jó volt, az a Michael Douglas Esztől film megjelent. Hopp, várjál, eltűntél egy kicsit. Itt vagyok. Na igen, hogy ki van, Michael Douglas? Na, Michael Douglasnek a Testőr című film, amikor Kim Basinger együtt játszott. Ott volt az első arcplasztikája. És gyakorlatilag nekem egy 5 percben furcsa volt az arc, de nagyon megszokható volt, és nagyon jól sikerült arcplasztika volt. A második már nem sikerült szegénykérnek, amit most legutóbb csináltak, az már nagyon művi hatás. De ő akkor időben, jókor és jó plasztikai sebész fogott ki, mert nagyon jól sikerült akkor az arcplasztika. Mint férfinak, inkább így fogalmazom, lásd Burt Reynolds, lásd Stallone, lásd stb. Akinek borzalmas arcplasztikájuk volt. De tudtam, a különben George Clooney-nak is volt kisebb feszítés. De ne ábrándozzatok, hogy mondjuk Brad Pittnek is nem történt valami az arcán, vagy a hajbeültetésre elkezdve. David Beckham hajbeültetése és kocka hasa. Tehát ezek mind a hasa a Beckhamnek mű? Nem, az nem, az csak vicc. De a hajbeültetése az nem vicc. Na most, hogyha még azt mondod, hogy a Danny DeVito-nak is volt, akkor... A Danny DeVito-nak a hasplasztikája jól sikerült. Ugye, a magyar... Ezek trükkök, amit mi hétköznapi emberként nem látjuk, hogy hány meccés van egy ilyen emberen. Mert nem is találkozhatsz ők, mert elrejtett helyen nyaralnak, elrejtett helyen élik az életüket. Akik előtt megmutatják, az meg ott már bocsották, mert pénzt keres belőle. Ez egy termék. És a magyar celebeket erről a szörnyűséges szájfeltöltésről nem lehet leszoktatni? Hogy ezt például ki nem csinálják? Tehát, hogy vagy szebben csinálják, de itt ránézél egy lánynak, akinek fel van töltve, egyrészt úgy néz ki, hogy a darás csípte volna meg, ronda, olyan, mint a allergiás sokkot kapott volna éppen, ezt nem tudják szépen megcsinálni. De ez külföldön nem jellemző, tehát amerikai sztárokat nem látok így. Már nem. Tudod, mit mondok erre neked, Balázs? Az a legnagyobb vicc az, amikor eljön hozzám, mondjuk egy hölgy, akit megoperáltam egyszer. Megmondom, hogy még egyszer nem operálom, mert túl nagy lesz a melle vagy a száj. És utána visszajön hozzám 3 év múlva, és egy 800-as implantátum fekszik a hölgyben. Atyai, borzalmas, és 6 ampullával több a szája. És mindig azt szoktam erre mondani, most elvinném ezt a konferenciát, egy magyar konferenciát, ezt a fotót, és megmondom, hogy ilyen volt, ilyen lett, tegye fel a kezét az a plasztikai sebész, aki ezt szépnek tartja. Annak az egynek föl kéne tenni a kezét, aki csinálta, de nem fogja föltenni. Tehát gyakorlatilag mindig arra gondolok, hogy ez a plasztikai sebész miért megy bele egy ilyen műtétbe, ha neki se tetszik. Hát csak a pénz miatt. Na jó, de ez nem jó. Na most ez veti rá a rossz fényt ugye a plasztikai sebészetnek egy bizonyos szakágára, vagy egy bizonyos részére, ami elriasztja ugye az embereket, pedig ezt lehet normálisan is csinálni. Azt hittük, hogy ez a szájplasztika ez olyan, hogy így bemennek a hölgyek a klinikádra, és akkor azt mondjátok neki, hogy egy kávé, vagy egy szájplasztika. Igen. Figyelj, közben a Gönczi Gábor írt egy SMS-t, hogy vállaltok-e fenékfeltöltést. Illetve beépítést. Nem, én azt nem csak. És megmondom, hogy őszintén, hogy Amerikában a plasztikai sebészek 1%-a vállal fenék implantációt vagy töltést, mert mindig botránja a végződik. De ezt például a Brazíliában bevett szokás állítólag. Nem, hogy ott a csajoknak implantátum van a fenekükbe, ez igaz? Hát, jó. Szóval van, persze, be lehet ültetni. Vannak fogyisák népcsoportok, ahol ez egy nagyon népszerű, de megmondom, hogy nagyon veszélyes és nagyon sok szövődménye járó műtét nem ajánlom senki. De fura egyébként, hogy ilyen kevesen vállalnak Amerikában ilyen műtétet. Én laikusként is vállalok fenékbe töltést. Te bármelyiket megoldod, igen. Hát, érdekes dolog ez. Jó, de ez a szároknak a veszte különben kín Amerikában, hogy tényleg termékek és ahhoz, hogy eladhatók. Láttátok ezt a filmet, amiben az Alec Baldwin egy filmet forgatott a Cannes Film Fesztivál alatt. A film pontosan arról szólt, hogy hogyan lehetne eladni az ő sztoriát, és szó szerint be vannak árazva a sztárok. Az ő neve már csak 4-5 millió dollárt ér, 3-4-5 forgalmazó céghez mentek el, és azt mondták, hogy figyelj, Alec, szeretlek, de vedd magad mellé Goslingot, és akkor kapsz 20-30-at. Tehát így be vannak árazva a filmek. Hát igen, kicsit a Birdman is erről szól, ugye a Michael Keaton. Benne zseniális a film, szerintem nem annyira jó, de Michael Keaton zseniális, meg amiről szól, hogy egy értéket vesztett sztár, hogy próbál visszakapaszkodni. Jó, az nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. Köszönjük, jó munkát neked. Köszönjük szépen, dr. Krasznai Zsolttal beszélgettünk, köszönjük szépen. Basszus. Azon gondolkozom, amikor elmondja ezt a plasztikai sebészetet, mármint azon részét, amikor ezt az arcot csak lehúzza a hámot, ki volt az első? Nem? Ki az az első, aki azt, hogy van egy új fejlesztésünk, kipróbálnánk rajtad? Giuseppe, mondja egy olasz plasztik, hogy beülsz-e, tudod, amikor azt mondja, hogy van egy jó moherfonál, kicsit felvarnánk az arcodat.
Nem, hogy az kivállalja be először. Nyom nélkül tűnik el, egy hónapig látszik a varázs, de utána nem is rossz, nem is rossz, de nem is jó. Nagyon kemény. Szegények, gyerekek azért a nőknek mennyivel nehezebb, kemény, nem? Tehát kemény. Egy pali azért könnyebben tud méltósággal megöregedni. Egy nőnek látva, hogy értékét veszti azáltal, hogy öregszik, és a piaci értéke is lejjebb megy, és egyszerűen kapaszkodsz ilyen nyomorult módon kívülről, hát ez megrázó. Hát főleg az ilyen volt szexszimbólumoknál, mert egyébként, hogyha egy komolyabb színészről van szó, mit tudom én, Meryl Streepről például, aki valószínűleg kap még későbbi szerepeket, ott azért nem nagyon csináltatják meg. Igen. Na mindegy. Ákos híreit meghallgatjuk, aztán jövünk a hármas ugrással, 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva, itt vagyunk a hírek után. 3:49 múlt 2 perccel, szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. És almás fűzítőn van egy trafink, méghozzá az egyesen, ezt Ergo küldte nekünk. Azt írja egy hallgató, hogy szóljatok a doktor úrnak, lassabban beszél, mert nem tudom mit követni a hentesboltban. Egy balazarcon gyakorolni. Igen, a hártyákat hátra feszik. Érdekes volt, amiket mondott. Nagyon komoly. Számunkra teljesen ismeretlen világ, hogy az ember élő húsvér emberként befekszik tényleg a késállás, hogy miket tudnak már csinálni, nem? Hogy ez nincs határa a plasztikai sebészetnek, és napról napra durvább dolgok lesznek. Gyerekek, mire mi odafekszünk, már olyan profi csinálnak majd meg bennünket, hogy senki meg nem mondja, hogy... Te mire odafekszünk. Igen. Én 20 év múlva befekszem, 20-at nem várok. 10 év múlva, ha kicsit bemegyek frissíteni, addigra a gyerekek már senki meg nem mondja. Megcsináltatnál valamit? Mondjuk eltelt most, vagy 57 éves vagy. Ha valami nagyon feltűnő lenne, akkor azt igen. Tehát ha csak sima öregedés, azt nem, ráncok szerintem egy palinak is jól állnak. Ha például elkezdene nagyon durván betáskásodni a szemem, tudod, és én bele tudnám rakni a mobiltelefonomat, és ott tárolnám, akkor az például igen. Tehát vagy bele tudnál ültetni némi muskát. Csak pislogásnál szúrja. Pislogásnál rohadt, hogy virágokat látni. Tehát ha valami ilyen lenne, akkor igen. Ha csak az van egyébként, hogy természetesen öregelsz és kicsit kezdesz ráncosodni, azt nem. Ha valamilyen elváltozás van, hogy zavar, és a komfortérzetemet zavarja, hiúsági kérdés, nem csinálnék belőle, hogy megcsináltassam, de mondjuk azt, hogy csak 3 ráncot tüntessenek el, úgy nem. Uh-huh. Úgy nem. Mert igen? Biztos, hogy szerintem nem. Mi ez a csík közéten végig? Egy vágást akar elrejteni, igen. Én imádom azokat a típusú férfiakat, akik látványosan öregszenek. Tehát, hogy például egy belmondó nekem szenzációs. Tehát rettenetesen bejön, akkor ilyen iszonyatos ráncos az arc, és így látszik rajta, hogy már idős, hogy sok mindent megélt, hogy sok dolog van mögötte, de hogy életvidám, hogy mosolygós, hogy örök. Érted? Ezek a napcserzette ilyen szikár arcok nekem mindig marhára bejöttek. 1000 ránccal. Nagyon bejönnek. Igen, a paliknak szerintem kevésbé meghatározó. A csajok szenvedik meg ezt az öregedés dolgot. Na játszunk, itt van a játékosunk, és hármasugrást játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Zsolt, hello, jó reggelt! Szép jó reggelt, Zsolt vagyok. Hello, szia. Honnan hívtál minket? Budapestről, mit csinálsz? Hát éppen munkába sétálok. És reménykedek, hogy nem merülök le, mi alatt veletek beszélek. Oh. Na, igen, nem töltöttél éjszaka? Hát nem igazán, meg már igen, de a telefonom akkumulátora. Mondd, mi van a telefonon, nem hallottam. Hát egy kicsit meg van halva a telefonom akkumulátora, valahogy 50%-nál újraindítja magát. Ja, mert akkor ideje lenne egy új telefon beszerezni. Okay. Mit dolgozol, mit csinálsz? Ügyintéző vagyok egy amerikai multinacionális cégnél. Ez az ügyintéző az, hogy lóti-futi, vagy ez? Hát egy munkatársammal, aki még középiskolai jó barátom, leginkább a cég postai ügyeit intézzük. Uh-huh. Milyen szép, hogy ügyintéző. Ez jól hangzik egyébként. Igen, hát igen. Miért most, ha azt mondom mailman, akkor mindenki azt mondja, hogy postás, de mailman? Mailman, ez menő. Egyébként igen. Jól van. És akkor egyedül vagy, baktatsz itt a napsütésben, nem is nagyon tud senki segíteni. Hát max leszólítok itt egy rendőrt a Teve utcánál. Na, hát lehet, hogy ő tudja majd a jó választ, hát már nem élnek ezek a régi sztereotípiák, hogy mondja fiatal ember, mit szeretne, mert már nem ilyenek, simán lehet. Tényleg, már maradj ott mellette, és ha nem tudod, menj oda hozzá. Nézzük meg, hogy tudja-e, jó? Jó napot kívánok, akkor segítünk. Jó. Milyen a péntek 13-án, minden oké? Okay? Én nem vagyok túl babonás, úgyhogy nekem eddig jól alakult. Tehát nem történt semmi. Ekkor Duda és csattanás. Igen, na jól van. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Simán vinni fogja. Vinni, jól van. Itt szól az első kérdés nyakba akasztóért. Milyen nemzetiségű az aranylabdás Luis Figo? Portugál. Így van. Ez igen. Portugál.
Menjünk tovább? Menjünk. Sapkáért, sálért, így szól a második kérdés. Hogy nevezik magyarul a batáta nevű növényt? Batáta? Batáta. Hú, megfogtatok. Hihetetlenül finom. Édesen is, sósan is. Batáta. Ott van még a rendőr? Nem. De itt egy idős hölgy megkérdezem. Na, mindjárt. Kérdezz. Csókolom, elnézést, nem tetszik tudni, mi a batáta? Magyarul. Batáta. Magyarul. Mi a batáta? Az életben nem hallottam. Nem tetszett még hallani. Jó. Megkérdezek más. Tovább. Jó, menj tovább, gyerünk. Te tovább. Haragudj, nem tudod, mi a batáta? Nem. Hát, senki nem tudja. Jó, menj tovább, most már nem állunk meg, elindultál. Mondd, hogy hogy néz ki, kihez mész oda, 40-es férfi, 50-es szakállas nő. Mindjárt itt jön szembe. Ki ő? Hogy néz ki? Idősek pár. Na. Hát, zacskókkal megpakolva. Oké. Okay. Gondolom, vásárlásból. Tele batátával. Hát, ilyen szociális felmérés, ki mit tud. Jó reggelt, elnézést. Nem tudják véletlenül, mi a batáta? Mit batáta. Nem. Nem tudják. Köszönöm szépen. Csak kellett volna. Hát... Senki? Senki, szólj hozzá, várjál, tipperek. Édesen és sósan is finom. Figyelj, menjél még, keresél még valakit. Amíg a klasszikus választ nem halljuk, hogy nem tudom, én Erzsébeti vagyok. Vagy Jó lenne. Jó reggelt, elnézést. Nem tudja véletlenül, mi a batáta? Nem? Köszönöm. Ki volt ő? Ez egy idősebb úriember volt, mert ilyen Mikulás szerepre beillene. Gondoltam, hát ha... Még ilyen szerint, hogy ilyen sokan vannak körülötted egyébként? Tehát ilyen jó, hát, hogy nem egy lépcsőházban vagy, mert ott azért ez nehezebb lenne, amíg be tudnád csörgetni mindenhova. Na, megkérdezek itt még két embert, aztán akkor tippelek valamit. Jó reggelt, elnézést kérek. Nem, egy kérdésem, mert nem tudják véletlenül, mi az a batáta. Batáta, az egy keleti édes. Egy keleti édesség. Ne. Ilyen mézes? Nem. Az a baklava. Mondd meg nekik, az a baklava. Az egy gyümölcs, zöldség tényleg. De gyümölcs, az zöldség? Keleti zöldség. Na jó, nem tudunk tovább várni. Most olvasd be nekik, hogy hát köszi, elbuktam. Most tett helyre őket. Mi hát legalább közelebb vittek egy kicsit. Ez az édes burgonya, a batáta. Édes burgonya, Istenem. Amit ők mondtak, róla. Az a baklava volt, az igen. Édesség, ez meg ugye egy zöldség. Szintén a béseknél az értelmező kézi szótárban, de nem, ez az édes burgonya. Olyan jellege van, mint a sütőtöknek. Mm-hmm, egy kicsit. Mm-hmm. És iszonyatosan finom. Hát, majd megkóstolom. Milyen jó, hogy mondtam, az elején simán vinni fogja. Igen, igen, a batáta mindenki. Tíz emberből egység. Könnyű kérdés, batáta. Jól van, hát ez nincs meg most. Nem tudunk adni ajándékot. Hát, sajnálom, de örülök, hogy játszottam veletek végre. Mi is szeretünk ilyen interaktívan hármas ugrást játszani. Köszi a játékot, jó hétvégét! Köszönöm nektek, és sziasztok! Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na gyerekek! Feri, te tudtad volna? Aha. Gyerekek! Azt hittem, hogy ez... Igen, nem tűnt ennyire nehéznek. Na, hát elérkeztünk a döntés pillanatához, Miss Péntek jön még, ugye? És aztán, ami drága, aranyos, kedves Andrisunk kimondja a végső szót, hogy Miss Hétfő, Miss Keddi, Szerda, Csütörtök, vagy Miss Péntekkel megy ő el. A mai napon egyébként egy valentin napi romantikus hétvégére Sárvárra. Kivel megy el, Mr. Hétvége? Tépeket teszünk? Megbeszéljük, hogy ne, persze, mindenki elmondhatja, fogadhatunk abszolút. Jövünk a hírek után a részletekkel, felhívjuk még Miss Pénteket, ugye? Dalmát, így hívják egyébként, Miss Péntekünket. Ugye tegnap Petra nagyon rámerős volt, teljesen más kaliber volt, más temperamentum csaj volt, mint az előzőek. Meghallgatjuk ma Dalmát, és aztán András választ, leegyeztetik a randi részleteit már élőadásban, és kilőnek az M1-es felé, és indulnak Sárvára. Hétfőn pedig élménybeszámoló. Kiderül, hogy kivel megy el, a HRS-sel, a közgazdásszal, a kanibállal. Igen, tegnapi lányka. Úgyhogy jövünk Miss Péntekkel és a döntéssel, Ákos hírei után. 9 óra múlt 9 perc, szép pénteket kívánunk mindenkinek, ha valaki elfelejtette volna. Péntek 13 óra! Aj, gyerekek, nem kell ettől megijedni, nem lesz semmi, igazából tényleg, nyugalom, mindenki nyugodjon le. Nem? A csodába. Nem kell ezt úgy, aki fél, hogy ma valami történik, az bevonza. De tényleg. Nem ezoterikus fél órát tartunk, de ha ezt előre kicsit kivetíted, sokkal rosszabb. Tehát a rát nagy jeges területet előtted, és úgy mész rá, hogy el fogsz esni, valószínűleg elvágódsz. Az agya ilyen az embernek. Úgyhogy túlélhető ez a péntek 13. Egyelőre
a balesetek számából érezzük, hogy valami van, de nem vészes. Nem vészes. És gondoljatok arra, hogy jövő hónap is péntek 13. Ennyi. Azért csak egy, miután lenyugtattál mindenkit, egy picit meg azért adsz egy ilyen csomagot. Azt hiszitek, szabadultok ma, de nem. De érdekes, március 13 újra péntek 13. Mikor nyitnak a biztosítók? 9-től már szerintem lehet kötni. A jövő hónapi március... Akár már mára is. Ja, mára, igen. Üdv urak, az M3-ason Miskolc felé a második molkútnál most állnak fel mérni elfogó autó kíséretében. Ronin küldte nekünk, 128-as kilométer M1-es Bécs felé baleset, egy sáv járható, csak van egy pici dugó. Cili is elküldte nekünk, van egy trafing az M3-ason, a 205-ös kilométernél köszönjük szépen. És az M7-es autópályán mérik a Nagykanizsa felé haladókat a 145-ös kilométernél. Ezek a legfrissebbek. Egyébként most így az utolsó egy órában már nincs is több. Nincs is több baleset. Reggel érkezett több hír balesetről, most azonban már normalizálódott a helyzet. Mérnek a teiparnál, Máté Szalkán. Azt a mindenségét. Igen. Nem tudom, nekem erről az elfogó autóra lenni, annyira szeretem ezt a kifejezést, mindig a Mad Max-ben látott Interceptor jut az eszembe. Én imádtam azt az autót, meg imádtam a filmet is, az első kettőt legalábbis, most nagyon várom majd a negyediket. És akárhányszor meghallom ezt az elfogó autót, mindig az ugrik be. Nosztalgikus élményei lesznek? Bizony, igen? Bizony. Ki lesz a negyedikbe? Negyedikbe? Azt mondja, hogy nem. Nem szerepel benne. Nem szerepel. Tom Hardy fogja játszani a főszerepet, és játszik benne egyébként a Charlize Theron is. Egy kézzel kevesebben, mint amit megszokunk tőle. Ó, úgy is. Hát az a évek meg a rutin hér. Igen, gyerekek, meg hát Pákó is megmondta, nem? Mindent fogtuk hallani. Azt ennyi, gyerekek, teljesen mindegy. Péntek 13. ide vagy oda? Minden teljesen mindegy. Na gyerekek, a mai utolsó egy óra címe az is lehetne, hogy a döntés. Ugye? Mert hogy volt egy játékunk, mi nagyon kedveltük ezt a játékot, ami ugye arról szólt, hogy ne csak azoknak legyen boldog a holnap, akiknek van párjuk, szerelmesek és ünneplik a Valentint, egy kicsit azoknak is kedvezünk, akik egyébként egyedül töltik ezt az ünnepet, amit sokan szeretnek, sokan utálnak, most az másodlagos. Igazából nagyon sok cingli van úgy, hogy itt a Valentin, de jó lenne, ha lenne valaki. És csavartunk egyet a dolgon, mert azt mondtuk, hogy nem párokat vagy egy párt küldünk el egy wellness hétvégére, egy romantikus hétvégére Sárvára, hanem kicsit szóljon most tényleg ez a Valentin nap a szinglikről, hát ha tudunk két embernek okozni néhány kellemes órát, néhány kellemes napot úgy, hogy akár egy nagy egymásra találás is lehet, és a romantikus hétvége után azt halljuk majd hétfőn, hogy jó a jóval találkozott, hogy ilyen szépen mondjam, szimpatizálnak egymással, és akár ez egy hosszabb kapcsolat eleje is lehet, vagy lehetett a hétvége, amin ugye még nincsenek túl delikvenseink, viszont ugye érdekes volt a dolog, mert hogy pasi választ csajt, vagyis csajok jelentkeznek, ugye, és versengenek a palért, de a végén mégis a férfi mondja azt, hogy akkor én veled megyek. Ez a klasszikus szerep, tehát megtartottuk a klasszikus szerepet. Nagyon sok hapsi jelentkezett, igen, ugye? Aztán egyet választottunk, és azóta meg dőlnek az SMS-ek a mi Andrásunkra, meg az e-mailek is, tehát van bőven választ. Igen, András nagyon szimpatikus, a paliknak sokszor ez a fajta csajozási tempó nem biztos, hogy teszik, viszont a csajoknál egyértelműen András a sláger. Tehát nem rámenős, úriember, nem kérdez nagyon konkrétat, finoman kérdez. Ha valaki nem tetszik neki, azt is nagyon diplomatikusan elhallgatja. Tehát András igazi úriember. A pasik néha mondják, hogy jaj, miért nem csajozik, jobban meg lehet. Tökösebb, egyrészt előadáson nem könnyebb, kettő Andrásnak ez a csapás iránya, erre már rájöttünk, hogy ő ezen a vonalon megy. Úriember, elhallgatja, nem mond el mindig mindent, szépen kérdez, aztán levonja a megfelelő következtetéseket. Na, hát Petra, tegnap érdekes volt. Nagyon kemény, igen, volt. Másfél vonal, nem? Egy intenzívebb típus. Egy intenzívebb típus, ő az éterben felzabálta, felperzselte, megette reggelire tulajdonképpen Andrást, és... hát ott nem lenne kegyelem, ha őt vinni. Igen, ő azt mondta, hogy alapvetően egy doromboló kismacska, aki alig kényeztessék, ehhez képest pedig gyakorlatilag inkább, igen, mint egy hiénának. Milyen érdekes, hogy mindenki milyen más reakciókat vált ki. Tehát tegnap a nők utálták Petrát. A csajok azok még délután is írtak, hogy adjátok meg Petra a telefon, a pasik írtak, délután, hogy adjátok meg, nagyon jó, ha nem viszi András, én elviszem. A női zsebekben kinyílt a bicska Petrától, mert sok nőnek ellenszenves volt. A palik imádták. Ha ugye? Petrával megy András, akkor a Budapest táblánál már lesz valami. Tuti. Hát, vagy megállnak és kirakja. Igen. Érdekes lesz, érdekes. A csajok szerintem azért utálják Petra típusát, vagy azok, akik legalábbis ezt jelezték felénk, mert Petra veszélyes. Petra, ha rámegy a palidra, akkor, és te találkozol Petrával, mint nő, és neked van egy palid, és arra Petra rámegy, veszélyes. Tehát ő az, aki a nő a Petra típus nem szereti, mert
konkurenciát lát, nem szereti ezt a stílus, túlságosan nagy szájú rámenő, és nem ezen az úton megy, a nők nem nagyon kedvelték. Ő egy fekete lyuk, amiben a tér és az idő megszűnik, és az biztos, egy nagy. Viszont őszinte volt a csaj, nekem az nagyon tetszett, hogy nem volt semmilyen köntörfalazás, gyerünk bele, elmondott mindent, amit gondolt, megkérdezett. Igen. De hát a döntés mégiscsak Andrásé lesz. De hát előtte meghallgatjuk akkor Miss Pénteket, mert hogy egy valaki még hiányzik a társasjátékunkból, méghozzá Miss Péntekünk, és hát akár az is lehet, hogy simán meghallgatjuk majd a többi lányt újra, néhány másodpercet belőlük a beszélgetésekből, de András úgy dönt, hogy Miss Péntekkel szeretne elmenni. Néhány óra múlva az azt jelenti, hogy ők már valahol találkoznak, és elindulnak Sárvára, egy romantikus hétvégére, egy igazi vakrandira. Ugye? Hát ez abszolút semmit vakrandi. Semmit nem tudsz a másikról, volt 2 percet beszéltetek telefonon egy rádióadásban. Azért ez nagyon kemény, szóval valakivel elmenni egy vakrandira, egy vacsira, szóval ki nem tetszik, fölállsz elmész. De azért itt így csak együtt aludni, fürdőbe menni, ugye? Szóval, hogy ehhez kell kalandvágy. Simán lehet, hogy mondjuk tényleg az autóban már azt gondolja, hogy úristen, de remélem, hogy ez a hétvége soha nem fog véget érni, vagy pont ellenkezője, hogy Jézus, amit fogunk csinálni. Figyelj, igazából azért nem félek ettől, mert Miss hétfőnél nagyon volt kémia, Miss Szerdánál nagyon volt kémia, Petránál, hogy volt-e, azt András jól titkolda, de Petra rámenő, és attól se félnék, ha őt viszi. Azt lehet bírni, talán sok energiaitallal, vitaminokkal. Igen, Miss Keddünk, igen, és mindenféle mással. Miss Keddünk volt egy kicsit visszafogottabb, tehát jó találkozott sokszor a jóval, működött a dolog. Na, meghallgatjuk Miss Péntekünket, Dalmát. Jó, hello Dalma, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, örülök hallani titeket. Már mi is örülünk. Ez egy jó dolog. Hello, Dalma, milyen szép neved van, Dalma, szereted? Köszönöm szépen, igen, most már igen, gyerekkoromban nem szerettem, akkor mindig tünde akartam lenni. Mi csúfoltak a Dalmával? Vagy csak neked nem tetszett? Nem, furcsa volt, tehát egy gyereknek azért furcsa ez a név, mert hogy különleges, mert ugye kevés lánynak adták ezt a nevet annó, most már azért egyre gyakrabban adják ezt gyerekeknek. Most már szeretem. Na, a hangod alapján én azonnal próbálok téged kicsit definiálni, hogy hány éves lehet, milyen temperamentumú, de viszonylag naturális a hangod, tehát még nem nagyon tudlak hova tenni. Mondj néhány mondatot magadról. Jó, hát én jogász vagyok. Ó, gyerekek, hát az összes csaj milyen túlképzett szinte, jogász, egy ügyvédnő, igen? Ez rám is igaz, nem vagyok ügyvéd, tehát itt azért különbség van. Én elvégeztem a jogot Pécset, 2003-ban végeztem. Én nem akartam igazán ügyvéd lenni és szakvizsgázni. Nálunk a családban az édesanyám ügyvéd, de egy elég, tehát én azt mondtam, hogy egy ügyvéd egy családban elég. Utána elvégeztem egy angol nyelvi diplomát is, de ezt Máltán, tehát én külföldön is éltem, és én Máltán jártam egy kurzusra, ahol hát végül is megkaptam ezt a minősítést, hogy taníthatok nyelvet nyelviskolában, és nekem is van tulajdonképpen egy ilyen közgáz diplomám, de ez egy tényleg, csak egy mellékesként, hogy finoman odaszúrva a többi csinálni, nekem is van. Nem, megmondom, miért csináltam, tehát ez egy üzleti főiskola, és azért csináltam meg, mert nem akartam azt, hogy tényleg csak a jog, hanem hogy lássuk egy globál képet, tehát ez teljesen jó cégvezetéshez, teljesen jó, hogy érezd a gazdasági dolgokat is, ne csak azt, hogy vannak a szabályok. Tehát ezt az egészet így komplexen kéne látni, és hát ezért érdekelt tulajdonképpen, de van bennem is egyébként művészi véna, mert hogy énekelek, tehát stúdiófelvételeket szoktam csinálni, hogyha van erre pénz, mert azért a stúdiózás nem olcsó. Mi a műfaj? Hát nekem ezek a popzenék, illetve lírai dalok. Lírai. Hány éves vagy, azt még nem mondtad? 35. Tehát Andráshoz abszolút korban abszolút illesz. Na. Nekem nagyon szimpatikus volt egyébként a fiú, de egy kicsit túl jól nevelt. Na, beszélünk majd arról is, mert mindjárt rátérünk, hogy milyenek a jelöltek. Persze, vagy elrontad, igen. Milyenek a jelöltek, milyenek a csajok, milyen András. De még néhány mondat magadról, sportolsz valamit? Nem rendszeresen, most ez a tél, ez nekem nem annyira a sportról szól, bár azért korcsolyázni szoktam menni, úgyhogy tudok korszorúzni, tudok hátrafele menni, tudom, hogy erről beszéltetek. De jó, hallgatod a műsor? Igen. Igen, meg hát egyébként titeket hallgatlak, tehát engem reggel ez feldob, tehát én bírom ezeket a témákat abszolút, a rovatok is jók, tehát Mr. Puliszka, tehát hatalmas, szerintem abszolút jó. Érdekes, igen, szeretjük. Jól van, oké, tehát egy 35 éves nő, jogász vagy, nem mindig sportolsz. Oké, nézzük Andrást, mi a véleményed róla, hogy ismerted őt meg, bejön, tetszik?
Szerintem abszolút ez az intellektuális vonal. Tehát nekem, én azt gondolom, hogy nekem ez oké. Én egy picit túl jól neveltnek tartom. Tehát én pont a spontaneitást hiányolom belőle, így első hallásra lehet, hogy benne van, de jó lenne, hogyha erről beszélne. Tehát valami ilyesmi kérdésben is gondolkodtam, tehát nem tudom, hogy ő ez a tervezős típus, pontosan tudja, mikor mit csinál, vagy azt mondja, hogy na jó, akkor egy kicsit lazább. Tehát a mérnökökre azért ez jellemző. Hát Dalma, szerintem az, hogy jelentkezett erre a játékra, az pont ez bizonyítja, az nem? A spontaneitását. Hát igen, ugyanakkor én értem, mit mondasz, tehát hogy kevésbé hallod ezt Andrásban. Aha. Igen, kicsit az a... Hát az a... bennetek több lazaság vannak, tehát én érzem hát, ezt a igen. dolgot. De én szeretem, hogy egy pasiban azért van így lazaság, meg belevágó. Kezdeményező típus vagy? Tehát azt érzed, hogy András nem lép, és már szombat este van, túl vagytok két fürdésen, bejöttök egymásnak, van kémia, de még mindig terel, még mindig tököl kicsit, még úgy nekem zavarban nem van. Nekem ezzel nem szokott gondom lenni, tehát hogyha egy pasi meg én így érezzük egymáson, hogy azért ott van kémia, akkor nekem azért nem kell kögyörögdöm. Tehát nem szokott ilyen lenni, hogy na most akkor kezdeményezzük gyorsan, mert akkor ő nem lép. Tehát hogyha megvan ez a közös rezgés, általában szoktak lépni. Igen, hát csak kérdés, hogy megvárod, vagy azért van ez a pont, amikor a saját kezedbe veszed az irányítást, mert látod, hogy a pali kicsit olyan teszett hozzá, most nem András, ugye egyébként. Olyasmi, ez a masszázs, amit mondott, hogy szeret masszírozni, hát ez nagyon jó pont nálam. Na, mert hát ez szerintem azért alap, tehát ez bennünk van, az emberekben az érintés, és én azért valamilyen szinten lehet, hogy ezt azért felhoznám, hogy masszírozom az a hátam. Hát ugye van egy közös masszázsotok egyébként, egy páros masszázs, van éjszakai belépőtök, a fürdőzésem, a pont Sárváron éjszakai fürdőzés van, tehát hogy lehet, hogy már pont te, de estére ott kötsz majd ki, ha téged választ. Úgyhogy ez hát többet... Ez hangzik, és szerintem gondolom, hogy amiatt, mert hogy eleve értehez, meg érdekli. Ez például egy abszolút olyan vonal, én meg imádom a masszíroznak, de én is jól tudok masszírozni. Jaj, de kezd ez beindulni. Na jó. Oké, milyen a többi lány? Mit gondolsz Petráról? A tegnapi lányról? Ő meglehetősen temperamentumos. Nekem Petrával az a bajom, hogy ez az én. Én így hódítok, tehát minden módon úgy kezdődött, hogy én. Én tegnap végighallgattam, és nem voltam éjjel ilyen fél kettőig, és meghallgattam az összeset egybe. Uh-huh. Bár reggel tényleg hallgattam a bejátszásokat, és hát nem tudom, szerintem egy férfinek ebben a korban azért nem teljesen erre van szüksége, de arra, hogy kontrasztot állítsatok, teljesen jó. Tehát média szempontjából, hogyha így mondom, teljesen jó. Figyelj, tök más csajok vannak, tök jó karaktereket találtunk, szerintem nagyon más vagy, mint Petra. Nekem Szimpi nagyon szimpatikus nekem a hétfői lány. Aha, Krista. Hozzánk jöhetne HR-esnek, ha véletlenül kirúgják. Jöhetne, abszolút. Igen, ő volt a HR-es Krista, Miss hétfő, és igen. Én is elmennék vele szinte bárhova, mert azért barátnőt sem könnyű találni. Tehát már én, Krisztával egy romantikus hétvégére? Tehát kettem, és András szimpatikus? Igen. Ez egy másik feladatunk. Ez egy másik vonal, de Nem. Szó szerint barátkozni lányokat. Tehát a belevaló csajokból sincs olyan sok, meg aki értelmes, meg van véleménye, meg mosolyog. Jó, azért ne legyünk túl jól fésültek, tehát ez a nagyon szimpatikusak a jelöltek, és még barátkoznék is velük, ez már ilyen túl negédes. Hát a hétfőivel és a szerdaival igen. Menjél Petrával, abban van a az igen. Az a kihívás, azt mondta, hogy gyerekek, elmennék barátkozni Petrával, a tegnapi csajjal. Hát szerintem Petrát, hogyha még sok pofon éri az életben, akkor még változhat. Hát de figyelj, 23 éves, hát 23 évesek ilyenek, nem? Idősebb palitak. A mostaniak, amikor én voltam ennyi, akkor de milyen voltam? Milyen voltam? Hát én akkor tanultam a jogon, tök alázatosan, tehát eszembe nem jutott ez a... Én így hódítok meg, én nem voltam ilyen, tehát hogy nekem nem voltak ilyen dolgaim, hogy kimondjam azt magamról, hogy én ízig-vérig nő vagyok, és tehát én nem vagyok ilyen, tehát nem fogom ezeket így... Te kicsit az eszeddel villogsz, nem? Tehát arra gondolok, hogy te az a kicsit megmagyarázósabb nő vagy, aki azért így megmagyarázza, tudja, okoskodik, beleszól, tehát ez a típus vagy kicsit, nem? Aki azért így tudja, hogy... Én kapcsolatban jól asszisztáltam, amikor azt kellett, és 2,5 évig voltam én is egy hosszú párkapcsolatban. Ott hagytak, vagy ott hagyod? Vagy nem, én léptem ki. Megcsalt? Nem, alacsony kvalifikált volt hozzá. Csak egy diploma. Háromszor kiosztottad, aztán leléptél? Az a durva, hogy utána 20-szor meggondoltam, hogy lehet, hogy nem kellett volna kilépni, mert utána tényleg csak gázabbakat találkoztam, és ő egy nagyon értelmes fiú volt, nem tudok róla igazán rosszat mondani. Nem is mennék annyira bele, hogy annak miért lett vége. Nem ment át a spanyol felsőfokon, mi? Elkasszálták a Rigó utcába, mondtad, na jó. Jogász, adó, tanácsadó, angolul-németül beszélt, tehát abszolút nem volt ezzel gond.
és ővel sokat tudtam utazni, és így jönni-menni, és itt akartam kitérni egyébként erre az egzisztencia dologra, amiről szintén beszéltetek, amit ugye Petra nagyon hangsúlyoz, hogy fú, az egzisztencia. A mai 20 éveseknek tényleg ez a sláger, hogy olyan férfival nem állnak szóba, akik nem tudom, nincs autója, vagy nincs lakása. Tehát én azért már túl vagyok jó pár csalódáson az Ádám után, elég nagy pofonokon, én nem így gondolom. Tehát szerintem egy nőnek is kell, hogy legyenek céljai, vagy legalábbis az, hogy valamilyen szinten anyagilag fönn tartsa magát, és a férfi az pedig tök jó, hogyha segít, és tényleg elkap, ha velem történik valami, vagy tényleg a társam. Jó, én azt gondolom, hogy nem ezen kellene a kapcsolatoknak múlnia, hogy na akkor milyen az autód, és én nagyon remélem, hogy a 30-as nőknél ez már nem így van. Nagyon remélem. Tehát nekem ez nem volt például a Szimpi Petránál ez a... kijelenti, hogy most fiatal. Hát fiatal, persze. Még. Petra úgy gondolkodik, hogy azért inkább sír egy Merciben, mint a hetes buszon, nem? Tehát nem boldog. A Fordóban. A gyerekek, én is mindig ezt mondom, inkább legyek szomorú azért, mint a fiatal. De az milyen jó, hogyha te is meg tudod teremteni magadnak, akár mint nő. Tehát ebben a mai világban én azt látom, hogy azért itt a szerepek kicsit megváltoztak, tehát most már nem az van, hogy tényleg csak a gyereknevelés és csak a háztartási munka, bár én abban is jól érezném magam. Hát erről a szerepváltozásról azért legalább... Nem csinálom simát. Ahogy megváltoztak a szerepek, arról ti nők legalább annyira tehetek, mint a férfiak. Szóval ezt nem szabad a férfiak. Bár engem tudod, nem kérdeztek meg akkor, amikor... Tehát én már beszülettem, tehát ez már... Jó, na hagyjuk a rizsát, miben alszol? Miben alszom? Hagyjuk ezt a szédítő dumát. Na, okay, igen. Mondom. Van egy ilyen pici sortnadrágom, igen, aminél tudod, amikor a fenék meg a comb így már így kanyarodik, vagy nem tudom, itt az alja már kilóg, tehát az már nincs takarva. Úgyhogy nem egy olyan sortról beszélünk, ami teljesen takarja a feneket. Nem fogsz ilyen megfázni. Ilyen laza alvós. Kicsi, meg ne fázzál azért. Tudod, erre mondta Juli, hogy ez a francia bugyi, de én nem mondanám ennek, inkább ez egy pici sort, egy laza ilyen spagetti pántos felsővel, de télen mondjuk abszolút nálam is pizsama meg vastag zokni. Az okni ez nálam valahol kabala is. Istenem, ez szív vissza. Az eleje olyan jó volt. Nem, a gyerek, várj, mert megvédem, ha ilyen kis vastag, ilyen kis cuki, ilyen kis plusz okni, az a csajoknál tud aranyos lenni. Az egyébként, amit mondasz. Hogy fekete nejlon. Jó, tehát egy helyes, az a vikinek is van, az bírom, egy kis helyes, kis csajos, ilyen kis plusz zokni, fázik a lába, a csajoknak fázik a lába. Semmi gond nincsen, Balázs meg a Ferit már lekoptattad, de én itt vagyok. Zokni van. Imádom a zokni csajok. Zokni van, Jani a király. Jól van. Oké, mi az, ami megtörtént hétvégén? Van olyan, ami nem? Tehát úgy mész neki, hogy azért megállunk egy ponton, vagy azt mondod, hogy szimpik vagyunk, kalandot keresünk, szinglik vagyunk, gyerekek. Hát azt, hogy ezt a média ne kapja föl, annak azért örülnék, de... Nem de fogja, figyelj, holnap hétfőn még beszélünk, és aztán elengedünk benneteket, erről senki nem fog semmit írni. Nem tudom, szerintem én nem vagyok ilyen tehát nem vagyok prűd. Tehát akármennyire is azt gondolom, hogy most nem arra azzal kell egy nőnek sem hódítani, hogy kirakom a melleimet, meg elküldöm fotóban a fiúknak a társkeresőn, meg nem tudom hol. Azért én nem vagyok egy trüdnő. Tehát, hogyha... Hát nem vagy az, hát ha jelentkeztél már erre, nyilván nem lehet. Tehát azért így három óra beülni egy pali autójába és elmenni egy romantikus hétvégére, azért azt kell bátorság. Ilyet, és egyébként nekem lett abból egyszer kapcsolatom, és ugyanígy vakrandi volt, és telefonon beszéltem vele egy 5 órát, másnap találkoztunk, és egyébként a Békés Csabai Kolbász Fesztiválra vitt el. És egy igazi úr. Alfája volt, és itt tetődik. És annyi pálinkát hittem, hogy úristen, tehát az nagyon az durva volt. Le is hitatott szörnyű. Figyelj, az ember a halálos ágyán legtöbbször sok mindent megbán, az egyik az, hogy nem volt része a hasonló kalandban, és nem volt egy kicsit néha bátrabb. Tehát ezzel nincsen semmi baj, hogy az ember egyszer életében egy ilyen kalandba belemegy, egy szombat reggel azt látom, hogy köszi, nem. De nem, ebből lett egy kapcsolatom, tehát ez hónapokig tartott azért utána. Na. Mondom, tehát nekem nincs meg ez a hitrendszerem, hogy tudod, hogyha valakivel úgy ismerkedsz, hogy mit tudom én, összeszeded a buliba, és akkor általában a férfiaknál van ez, hogy na jó, hát felszedtem a csajt, és akkor már nem veszem komolyan. Nem. Én így látom ezt, meg másoktól is ezt hallom. Hát nem csoda, hogy ledől egy kapcsolat, tehát ennyire romantikus csúcspontot, egy kolbász feszel. A kolbász összehoz. Látod, a fiú kolbász. Halott disznók mindenhol, úgy de jó. Utána elmentük egy roncs derbire. Istenem, micsoda szerelem. Igen. Jó volt, én élveztem, szóval ez nem volt gond. Na jó, vannak közös pontok Andrással, majd mondom neki. Jó, figyelj, nagyon szeretem ezt a játékot, azért is, hogy ennyi különböző típusú csaj van, különböző karakter, korosztályban más, máshogy gondolkodó,
más típusú nő, fiatal, idősebb, 25-ös, 36-os, 30-as, tényleg azt gondolom, hogy széles a merítés, András feladata, hogy döntsön, te is nagyon szimpatikus vagy, jókat választottunk, ugye, mert a csajokat mi választottuk, szerintem nincs igazán mellé nyúlás, mind az öt lány, mind az öt nő egy kicsit más. Na, egyébként igen? Akár, hogy is dönt az angolban, például tudok neki segíteni, tehát az abszolút. Na jó, ne stréberkedjél, jó, igen. A kis túlórázás, vagy egy kis angolórázás, mi? Vagy tanulás, kis nyelvlecke. Oké, hívjuk Andrást, jó? Készültél kérdésekkel, okay. Dalma? Igen, aha. De nem. Lapozza? Tehát erotikusabb jellegű, kicsit pajzánabb kérdések? Engem az érdekel, hogy ő miben alszik, mert most már lányokat áldom meg. Jó, de nagyos vagy. Oké, mindjárt megkérdezik. Itt van velünk Mr. Nagyő. Hello, András, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Ó, András. Itt van, Mr. Hétvége. Elbutalma. Hello. Szia, András, hello. Na, András, így elsőre milyen? Hát, nagyon magasra tette a mércét, Dalma. Az biztos, hogy elhűlve hallgattam a dolgokat. Nagyon megnehezíti a választást, bármit is döntsek. Nem tudom, hogy felejtsük el, szokott hátrány lenni. De szép, igen. Oh. Felejtsük. Igen, ne legyen kisebbségi komplexusod a diplomáid száma miatt. Egyébként neki nem is kell, sőt, abszolút nem. Igen, semmi gond, az anyanyelvét beszéled. Igen, na, összekötünk benneteket. András, Dalma, András, tessék, ki kérdez, kitől, beszélgessetek, picit, mintha itt se lennénk. Jó, András, hajrá. Jó, rendben. Hát, Dalma, én hallgattalak, ez egy elég izgalmas, és azt nem tudtam meg, hogy hol laksz, vagy csak nem figyeltem és nem hallottam a rádióban. Én egyébként Budán lakom, és egy pici lakásom van, aminek van erkélye, amit imádok. Egy kis 35 négyzetméteres lakás, ez pici. Uh-huh. Értem. Igazából a srácok úgyis azt várják tőlünk, hogy kérdezzük Bikásat is. Nem kell, nem erőltetjük, nem, ami eszedbe jön, ami érdekel. Majd a végén egyet, hogy kicsit oldódjon a dolog, de nem, amit akarsz, András, nyugodtan. Hát mert ugye megkérdezted Alma, hogy én miben alszom. Na, igen. Igazából múltkor mondtam, hogy vagy semmiben, vagy nyáron, vagy alsónaciban, hát semmi pizsi. Fecske vagy boxer? Boxer. Jól van. Jó, kifújtam a levegőt. Én is megnyugodtam. Ugye, Dalma, te is, igen. Fújtam egy nagyot, igen. Az érdekes egyébként, amikor a Dalma elmesélte, hogy miből alszik, én csak ennyit kértem, hogy miért nem lehet azt mondani, hogy francia bugyi top, és maximum egy pici zokni, ami ilyen kis édividi, és hát tökéletesen elmondtad azt, ami szerintem egy kis... Alapjában jó, a csajoknak akkor bugyi nem kényelmes, szeretik ledobni kis sort, kis pizsi, valami a bugyi az egyébként nem élekem segítem. Jó, de ez ugyanaz. Tehát szinte láttam magam előtt, hogy én nem tudom, hogy látod be az én fejembe, de tökéletesen leírt azt, amire én gondoltam, hogy... Oké. Okay. Jöjjenek a kérdések, Dalma, mit szeretném még kérdezni Andrástól? No, engem az érdekel, hogy van-e olyan vágya, amit szeretne megcsinálni. Mondok egy példát. Én egyszer szeretnék Tájföldre eljutni, és mondjuk lovagolni elefánton. Tehát, hogy az elefánt hátán ülni, és így menni vele. Tehát van-e olyan vágya, amit nem szeretne kihagyni az életéből semmiképp? Én például a kínai nagyfalat mindenképpen megnézném, de ebben megint nem lesz semmi, amit a Balázsék várnak. Nagyon érdekel, igen, a Távol-Kelet is. Mm. És hát elefántolovoglás, igen, ez nagyon... Hát ez, hogy utazni nagyokat a világba, de valami olyan különleges helyekre eljutni, ami vagy nem annyira turista könyvekben van bent, vagy hát valami érdekes helyre. Jó, oké. Okay. Oké, van még kérdés? De furán kezdtünk el szólni, Dalma. Igen. Igen, máshogy szólunk picit, Dalma. És esetleg van-e olyan vágy, ami nem az utazás, hanem mit tudom én tengerben szeretkezni, vagy... Ó, de finom! De közben milyen elegáns, nagyon szép a szóhasználat, abszolút jó, igen. Vagy esetleg, nem tudom, sátorban összebújva, hálózsákban együtt aludni. Igazából van, mégpedig egy olyan, tehát vidéken, egy olyan rét közepén, éjszakában, nyáron. Várjál, tehát egy olyan szalma rakás tején, amit tudjátok, hogy hatalmas gulákba fölraknak, és egy holdvilágos, teljesen csillagos éggel, és annak legtetején
szeretkezni. Gondolom jó pár plét kéne hozzá, hogy ne szúrjon emekön, de igen. Számagúra. Hát erről a Feri órákat tudna mesélni. Egy jobb fogja gyerekem, édes Isten. Kivittük a lányokat, bedugtuk a fejüket. Azt a kukoricagóréba, belültem. Dalma, neked a tengerben egy teli hollas, nem tudom én, Mauritiusi éjszakán? Hát az simán. Az inkább az Indiai óceán, de hogy a... Hát mondom, hogyha ilyenre lenne lehetőségem, akkor szerintem holnap utaznék. Tehát nekem ez nem probléma. Sárvár se rossz. Figyelj. Figyelj, elképzeled a tengert, igen, és utána 3 perc múlva abba hagyjátok, mert rohadtul szúr a homok itt, de tapasztalat. Nagyon szép minden, nagyon jól szól, és rohadt romantikusnak tűnik, és 3 perc után na jó kicsi, menjünk vissza a szállodába. Folytassuk már, hogy annyira szúr a homok, hogy megbolondulsz egyébként. Ne, jól indul. Megjön a parti őrség. Az meg a igen, igen. Na jól van, oké. András, még valami, vagy meg vagyunk? Nem baj, ha meg vagyunk. Nem baj, ha nincs több. Valami kérdés még? Igen, megkérdezném, hogy volt-e már olyan randia, ami valamiért rosszul sikerült, és mi volt az, ami nagyon nem? Hát egy csomó. Na. Valami hülyeséget mondjál, amit el... Na, elmesem a legextrémebben, tehát ami nagyon durva volt. Nyáron, emlékszem, Skype-on a sráccal felvettük a kapcsolatot. Itt azt hittem, hogy egy teljesen normál, jóképű gyerek, Ráckevénél, és elmentem hozzá, mert hogy úgy beszéltük meg Skype-on, hogy akkor én elmegyek a családi házába, meglátogatom. És nyáron a hívnél valami felújítási munkák voltak, és valami 3 óra volt, mire odaértem, ilyen buszokkal átszállni, nem, nagyon durva volt, meleg, 36 fok. Leszálltam a hívről, és nem ismertem fel a gyereket, hogy melyik az a kép alapján, amit küldött. Meg kellett várnom, hogy az emberek, akik leszállnak a hívra, mind tűnjön el, és akkor megnézem, hogy kimaradott a peronon, tehát hogy ki vár rám. A gyerek az hát kisebbséghez tartozó volt, a kezével volt valami probléma, amit így nem láttam, tehát valami fogyatékosság, és sántított, és alig tudott odajönni. És akkor kezdett rászunk, és zavaromban nem tudtam mit mondani, csak azt, hogy figyelj, én annyit utaztam ide hozzád, hogy mégis úgy döntöttem, hogy visszamegyek. Tehát nem tudta, borzalmas volt. Szegény fiú, hát neki ez nem lehetett. Legalább ebben próbálkozott, igen. Igen, tehát, hogy, és egy fotója volt, és én ennek többet öltem. Szóval azért hát ebben benne van az internetes ismerkedés, azért, hogy igen, mindenki ilyet tesz föl. Jó, oké. Figyeljetek, mennünk kell tovább. Értem, hogy sokáig beszélgetnétek, viszont ugye mutatjuk még a jelölteket, egy röpke kis összefoglaló erejéig, hogy Andrásnak könnyebb legyen dönteni, mert lehet, hogy már Miss Hétfőt, Miss Keddet kicsit elfelejtette. Dalma, tőled elköszönünk, hallgass, hogy mi történik, lehet, hogy néhány másodperc múlva újra megszólal a telefonod, és akkor már részletegyeztetés miatt hívunk, mert az azt jelenti, hogy András téged választott. Jó? Okay, te ráérsz hétvégén, el tudsz indulni, 3 óra múlva kész vagy, ott tudsz lenni a randin. Ja, én szívesen tanítom angolra, mondom, tehát az nem egy jó. Szép kis felajánlás, menjél csak hétvégézni, András jövő héten meghívja. Aha, meg római jogra. Hát, nem, szegényt azon nem terheljük. Nem. Jó. Nem. Jó van. Oké. Dalma, köszi. Ciao, ügyes voltál. Hello. Hello, hello. Hú, de nagy a kontraszt a tegnaphoz képest, gyerekek. Minden csaj nagyon más. Na milyen, András? Mi péntekünk? Hát nagyon nagy a kontraszt a tegnaphoz képest, ahogy mondjátok. Majd megállja a helyét. Most nagyon megnehezítette a döntésemet. Ja, hogy már volt valami a fejedben, csak hát kicsit elbizonytalanodtál. Aha. Igen, igen, minden napról napra ugye beállít, vagy felállított ma a tanksort, és most azért bekevert. Bekevert. Na jó. Oké, mutatjuk Miss Hétfőt, jó? Egy rövid kis ízelítő, figyelj. Jó. 29 éves leszek idén, 3F-ként dolgozom. Sportolsz? Sportolok, igen, jogázok, boxolok, de nem embert ütök, csak zsákot. Jogázok, boxolsz. Milyen micsoda végletek ezek? Hát az egyik a legnagyobb ellazulás, a másik az egyik legdurvább. Igen, igen. De ez jó. Hát valahol az ember magára talál, valahol meg kiengedi a stresszet. HRF-ként muszáj valamit csinálni. Hát ott van mit kiengedni, igen. Oké, akarunk még tudni valamit Krisztától? Szeretnétek kérdezni semmit? Hát nem? Nekem nagyon meggyőző. Azt, hogy nézett ki esetleg, az nem tudom, számít-e hogy valamit. Hogyne? Persze. Hát nekünk nem, de a jelöltünknek igen. Oké, hogy nézel ki? 163 cm magas vagyok, kivéve amikor dolgozom, mert akkor 170-170-ig attól, hogy milyen cipő van rajta. Hát szőke vagyok, ilyen szürkés-kékes szemem van, normál tesztalkatú, 36-os ruhát hordok, azt nem tudom, tehát így be lehet lőni sapper kb, hogy milyen vagyok, meg mosolygós vagyok. Na, ő volt ugye Miss Hétfő. Krista. Helyes, ugye Krista? Igen, nagyon, igen. Nagyon. Igen. Miss Keddet is adjuk? Persze, mindenkit hallgassunk. Mindenkit, jó, figyelj, Miss Kedd jön, figyelj, ő volt Miss Kedd, figyelj. Hány éves vagy, mit csinálsz, néhány mondatot magadról, jó?
Tehát 31 éves vagyok. Igen. Kinézetemet tekintve körülbelül 172 cm magas, 60 kiló, végzettségem közgazdász. Közgazdász, na hát az nagyon, nagyon jól hangzik, igen. Jelenleg pénzügyekkel, kontrollinggal foglalkozom egy multinál. Mindig azt gondolja az ember, hogy ott a számok, tudod, a Excel táblázatok, hazamész, és akkor ott elszabadul a pokol. Miben alszol? Miben alszol? Halloween-ben. De a hosszúban, vagy ez a kis rövid? Hát mondjuk olyan térdigérő. De igazából hangod alapján nem vagy azért az a nagyon gyerecipú hambekaplak, nem? Tehát ha mondjuk András szimpatikus, akkor elképzeled, hogy vasárnap akkor már mit tudom, kéz a kézben sétáltok, hogy elcsattan igen egy csók, vagy... Hogy gyere baget hambekaplak. Szóval akár, csak érdez, mert ugye egy kis visszafogottabb. Na, tényleg? Igen? Igen. Tehát hogy a szimpi akkor azért vevő vagy arra, hogy ez valójában egy jó, jó hétvége legyen. Igen. Mm-hmm. Tetszik igen neked a hangja alapján? Hallgattál minket igen, tegnap? Igen, igen, igen. Nagyon szimpatikus András, igen. Na, ő volt ugye Melinda. Igen. Ő kicsit visszafogottabb igen volt, ugye, András? Igen, ő visszafogottabb volt, és igen, úgy gondolom, hogy ő egyébként egy nagyon rendes, meg nagyon kedves lány. Úgyhogy mondta, hogy nem tudom, évek óta nem volt hosszú kapcsolata. Szerintem aki, nem tudom, találkozik vele, vagy összejön vele, biztos, hogy egy nagyon korrekt és nagyon kedves, rendes lány lesz. Túl jó hozzám. Jó, ne lőj el, mert ebből már érezzük, hogy ő valószínűleg nem. Oké, okay, szerda, jó, érkezik Anita. Figyelj, jó volt Anita. 28 éves vagyok, közgazdász vagyok. Mi van itt? Látod, közgazdász rengeteg itt a tegnapi lány után. Annyit kiegészítésként nekem még van egy business coach végzettségem is, hogy akkor egy picit... Finomadod a szúrtát tegnap. Annyit még a tegnaphoz képest, hogy van még egy... Igen, jó, finom, nagyon klassz, nagyon szép volt. Egyedül élek egyébként Budapesten, most már lassan két éve vagyok egyedül. Lassan két éve nincs, aki elol csak kicsiny tüzedet, erre gondolsz. Így van, kicsit nagyobb tüzemet. A te kis zsanai gázkitörésed. Na, hogy nézel ki? Kicsit beszéljünk erről, ez még nem hangzott el. Én 175 centi magas vagyok, uh-huh, 67 kiló, hmm, zöld szemem van, de nem a szörny kategória vagyok, úgyhogy nem a zöld szemű szörny vagyok, csak szimplán zöld szemű, szőke hajam van, és szeplős az arcom. Mosolygós, vidám természetű embernek tartom magam. Nagyon-nagyon szeretek táncolni, minden, ami zene és tánc az jöhet, úgyhogy ennek következtében van az, hogy így zumbára, kengúra járok inkább, amilyen zenei alapokra koreografált mozgásforma, lehet tekerni a cipőt, ilyesmi. Mindig ezt a sportot kérdezitek meg. Fontos, ilyen. Mit szeretsz enni? Vegetáriánus vagy? Vagy rendes? Nem, rendes. Minden evő vagyok, szeretek enni, ezért sportolok. Jó, oké. Okay. Petra csak azért nem mutatjuk meg, mert szerintem ő élénk elélni neki fejében. Nem kell még egyszer végighallgatni. Semmiféle olyan dolog nincs, hogy vele kivételeznénk, csak közben nagyon megy az idő. A tegnapira szerintem mindenki emlékszik. Ugye a hétfő kett szerda volt itt a fontos, mert ők már régebben voltak. Petráról is vágtunk egy két perc, két másodpercet, de nem kell, szerintem tudod, hogy milyen volt. Igen. Na, András, hát rajtad a világ szeme, mindenki ezt várja. Indokolj nekünk egyet, és csak a végén mondd kell nevet, jó? Tehát ne úgy, hogy mit tudom én, azért nem tudom, X mert, és utána az indoklás és a név, hogy végül is miért döntöttél így, mit vettél figyelembe, és ki a lány a végén. Hát ugye szubjektív dolog lesz, mert nagyon sokan tehát másokat, vagy más választanának, mint akit én. Én úgy gondolom, hogy ő az, aki tökéletesen hozzám illik. Ilyen kedves, rendes, bújós, aranyos lány, akiben azért ott van az a tigris, ami remélhetőleg, hogyha összejön a dolog, akkor ugye hát kibújik belőle, úgyhogy én nem gondolnám, hogy mást kéne választanom, nekem ő tökéletesen megfelelő, szimpatikus, és őt nagyon-nagyon megismerném. Többeket is egyébként, de van egy választottam, aki nagyon tetszik. Nagyon ügyesen fűzött, ügyes, hogy még mindig nem mondott ki. Igen, 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 igen. Na, jól van, halljuk a nevet, ki legyen ő, mert akkor hívjuk is, hogy újra találkozzatok. Anitával szeretnék megismerkedni. Anita! Hey! Anita, vagyis úgy döntöttél akkor, ugye, hogy mi szerdával találkozol Anitával újra. Jó, hívjuk is Anitát. Dalma nem bizonyt, azt mondod, elbizonytanított mégse a végén? Itt nem...
elbizonytalanodott egy igazából, hát azt hittem, hogy lesz egy órám átgondolni, mondom esetleg talán ezt a reggel megpróbáljuk, de nem tudom, nekem valamiért mégis maradt a szerda. Igen, nagyon kedves, egyébként tényleg dolma, meg le a kalappal, meg hát az, hogy zseniális, meg mennyire okos, az egyébként nagyon imponál. Aha. De ha Anita mégse vállalja, akkor dalma. Jó, oké. Na hagyjuk is akkor, hogy kit nem, foglalkozunk azzal, hogy kit igen, itt van már is Anita. Hello, Anita, jó reggel. Sziasztok. Na, mit szólsz? Jó reggel. Hát itt akkora örömújongás volt a munkahelyen, nem tudom, halljátok-e egyébként. Tényleg? Ünnepelnek? Igen, ünnepelnek a lányok, abszolút. Drukkoltak a csajok, hogy te legyen? Nagyon, igen, meg a barátok is mindenhol, most egyfajtában rezeg a telefonom, úgyhogy hú, hát köszönöm, András. Hát körülbelül nálunk is ez van egyébként. Itt sokan jelentkeznének arra, hogy ott legyenek, lássanak benneteket, fotósokat küldenek, igen, de nem lesz senki. Jól van, na, beszéltek meg a részleteket, jó? Akkor, hogy hol van a tali, mikor talisztok, nem kell konkrétumot mondani, csak mégis egyeztessetek, ezt még meghallgatjuk, jó? Hogy kivel mentek, hogy mentek, András? Jó, hát én tudjátok, én Veszprémben lakom, ami félúton van Sárvár felé, Budapestről. Most ez a kérdés, hogy Anita... Anitána, már tőle kérdezzél, igen, mintha itt se lenne. Hogy Anita, el tud-e jönni valameddig? Van-e autód, vagy felvegyelek valahol, vagy... Hát autóm nincsen, de tömegközlekedéssel el tudok menni. Mondjuk akkor legyen az, hogy mondjuk Székesfehérvárig, és akkor elmegyek érte Fehérvárig. Jó, az nekem tökéletes. Jó, de jó. Tehát félúton valahol találkozok, nem is annyira félút, és elmész érte. Aha, nem mész el házig? Nem? Hát szedd föl a háznál. Hát ne hagyd, hogy ez a lány buszozzon. Hát menj el. Hol vagy, Anita? Helyleg, mit mondtál? Vagy Budapest 20. kerületben vagyok egyébként. Na. Hát, gyerekek, az egy dolog, hogy ellenkező irány, persze bármit megteszek, az egy dolog, hogy ellenkező irány meg... Hol vagy most? Figyelj, én nem várom el, nekem Fehérvár is tökéletes. Tehát, hogy így mindenki tegyen bele ebbe valamit, én erre hajlandó vagyok, hogy felüljek egy buszra és elmenjek Fehérvárig, nem távolság. Fogod a kis bőröndödet, felülsz a buszra, lemész Fehérvárra. Jó, akkor ott találkoztok, beszéljétek meg az időpontot. Jó, kora délután már tudtok találkozni? Hát de dolgozol, András, akkor ezek szerint? Hát én most dolgozom, de igazából hát Szabin vagyok, de azért próbálom lezárni a dolgaimat, amik így a telefonálások miatt elmaradtak, de én délnél tovább biztos, hogy nem akarok bent maradni, úgyhogy azt mondod, hogy nem tudom, 2 óra, 3 óra, ahogy neked kényelmes, van olyan... Hát... Ja. Jó, itt mutogatnak a lányok, hogy menjek, mert 3-ig megbeszélésem van, de majd akkor megbeszéljük, ezt még lefixeljük, és akkor a kora délutáni órákban csak hát még buszt kell néznem, úgyhogy majd összerakjuk. Összerakjuk egyébként. Jó, oké, fürdőbelépőtök van, páros masszázs, éjszakai fürdőzés, úgyhogy olyan szép helyre mentek, romantikus séták, lovaglás, gyönyörű lesz, szeretni fogjátok. Nagyon jó mulatást kívánunk nektek, jó? Hétfőn szeretnénk, ha elérhetőek lennétek 9 óra után mindketten, akár úgy is, hogy egymás mellett vagytok, akár úgy is, hogy nyilván mindenki újra a munkahelyén, és szeretnénk kapni élmény beszámolót, jó? Hogy mi volt, hogy éreztétek magatokat, lesz-e ebből valami, van-e folytatás, és ha nem működött, akkor azt is őszintén, mert ez az egész játék szerint nagyon őszinte, hogy ott csúszott el, azért nem működött, jó volt, de, mert ez is belefér, ez is benne van a pakliban, jó? Nagyon picit nehezítünk, nem adjuk meg egymásnak a számait. Jó, de jó? Annyi, hogy Fehérvár 3 óra. Vannak közösségi oldalak, amin pár megosztással szerintem eljutnánk egymáshoz, de azért ne nehezítsétek meg a dolgunkat. Nekem már jelezte egy ismerősünk, hogy van egy közös ismerő, tehát hogy ő tudja, hogy te ki vagy, de nem volt hajlandó elárulni, úgyhogy ha nagyon akarnám, akkor ki tudnám deríteni. Vagy ha máson, akkor szobroznék az autóbuszpályaudvaron, ameddig kell. Ez egy igazi férfi. Ügyesek legyetek, jó, érezzétek jól magatokat, ez egy jó kaland, sokan irigykednek, ez sokaknak nem adatik meg, hajrá, csak ügyesen. Jó, nem biztos, hogy ilyen az életetekben lesz még egyszer, úgyhogy használjátok ki. Hétfőn hívunk benneteket, ügyesek legyetek, jó mulatást hétvégére. Köszönjük. Holnap Valentin, kis ajándék, nem elfelejteni. Valami kis... Jól van, ügyes legyél, András. Ciao, sziasztok. Hello. Gyerekek, én szeretem ezt. Én ezt szeretem. Ezt szerettem, hogy kicsit másról is szól a Valentin. Most 2 helyes fiatalember elmegy egyet romantikázni, mindenféle kényszer nélkül, aztán hétfőn beszélünk velük, hogy milyen volt, romantikus volt, jól érezték-e magukat. Együtt maradnak-e például, és lehet belőle kapcsolat. Megtalálja zsákja foltját, éles szabja sejmes tokját. Így van.
Kíváncsi vagyok. Szeretem. Meg szerintem jól is választott. És a fürdő sincs messze a Majortól, úgyhogy nem kell Anitának majd tömegközlekednie. Igen. Mutattunk gyorsan néhány reklámot, jó? És aztán jövünk vissza néhány perc után. Gyerekek, ezen ki vagyok, komolyan mondom. Nagyon jó találkozott jóval, de egy pali legyen úr. Hát ez az. Szóval egy palinak el kell menni a nőért, gyerekeket. Ilyen nincs, hogy azt mondja, hogy gyere le Fehérvárra. Tök jó, meg együtt lesznek, meg én bírom Andrást, ismerem ezt a típust, de el kell menni a nőért. Tehát ilyenkor nem számít a benya, meg a mit tudom én, meg az idő, azt kell mondani, figyelj, hol laksz? Ott vagyok. Ennyi. És megjelenni a ház. Segítenünk kell Anitának, már nézem is az Elvírát, mikor megy legközelebb volna. Szóval ez egy nagyon-nagyon nagy hiba. Ez egy nagy hiba. Még szerencsé, Anita lelkes, meg ettől még lehet jó a hétvége, de egy palinak ebben a helyzetben akkor inkább kölcsön kell kérnie, bármi, de úriember, el kell menni a nőért. Ez így kell. Egy pali legyen úr, nem? Nálunk van a fészerben hátul egy kanna benzin, 5 liter kb. Én odadom. Szóval bírom őt, de gyerekeket, hát, Veszprémtől Fehérvárig, és onnan még Budapest, az 60 oda visz, ez egy 120, ez egy 8 liter benya. Ha ezen múlt, tehát, hogyha nem időintervallum volt, el kell menni. Andrásom most még hallgat minket, vagy a kollégáit, győzzétek meg, hogy menjen el. Hát azt mondta, hogy délben ő már szabad. El kell menni érte. A legkésőbb kettőre itt el van. Kell menni, és vasárnap haza kell vinni. Ha történik valami, ha nem. Nem? Tehát ez egy palinak muszáj ilyen pici részletekre figyelnie, de mondanám, hogy fiatal, de nem annyira fiatal már. Tehát, ha 23 éves lenne, akkor még igen. Jó, de nagyon kíváncsi vagyok, szerintem helyesek, jó választott, jót, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Csabi, Hello Csabi, jó reggelt, máshol vagy, igen, hello. Figyeljetek, képzeljétek el, lehet, hogy ez valami taktika. Most gondold el, hogy ha most ő feljön Pestre, és elmennek Sárvára, az hány óra az út? 2,5? Nem tudom, hogy vezet. De 2,5 óra alatt már annyi minden kiderülhet, hogy lehet, hogy mire odaér, azt mondja, hogy ja, már nincs miről beszélgetni. Jó, amit mondasz, arra gondolsz, hogy ne halljon meg a buli az autóban, kevesebbet kelljen eleve kicsit összezárva menni, kicsit zavarba az van. Az kevésbé romantikus együtt utazni, mint ott a helyszínen lenni. Jó, lehet, én mondjuk palikét akkor is elmentem volna, de jogos, amit mondasz, hogy először... De te hogy vezetsz? Hát neked ez 2 perc. Veszprém, Budapest. Picit megbántottál ezzel a 2 perccel, másfél. De igen, lehet, hogy erre gondolt, hogy kicsit zárkozott, hogy ne kelljen annyit ülni. Igen, mindegy, jó. Ez az ő döntésük. Persze. Viszont mi hétfőn 9 óra után hívjuk majd őket, hogy sikerült a sárvári romantikus hétvége. Jó, egy jó játék volt, nem? Nagyon. Csabi, hallgattad itt kívülről? Jó volt. Nagyon. Izgi volt. Kíváncsi voltam. Milyen lányok jelentkeznek, hogy reagál rá az Andris? Tök jó volt. Ja, az biztos, hogy írják többen, és abszolút igazuk van, hogy mi csütörtök Petra, már széttörte a rádiót, és útban van Sárvár. És megöli mindkettőjüket. Egészen biztos, hogy benne, hogy már így ülnek valahol bent, akik éjszakai fürdő, és feljön egy fej a vízből, egy kés lesz a kezébe, és lemészárolja Anitát, és azt mondja, hello kicsi, mit vagyok. Nem? Biztos vagyok benne. Igen, viszont, és éppen egy Rambó kés élez. Tehát Petra gyerekek ezt nem hagyja annyival. Ő nagyon, nagyon temperamentumos volt. Itt sokan jelentkeznének Dalmára, Melindára, gyerekek, nem vagyunk mi egy ilyen társ közvetítő iroda, a lányok számát nem adjuk ki, természetesen nem is adjuk oda őket, a lányok majd találnak maguknak párt, ha akarnak. Na, a legjobb pillanatokat most nem tudjuk már megmutatni, bocsánat, de nagyon sokáig húztuk ezt a játékot, úgyhogy ez most elmarad. Viszont hívjuk a nap hallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show, ővé az ajándékcsomag. Sok a megyei matrica így. Szemetek. Nem, értem, hogy Csabi mit mond, ebbe lehet egyébként valami. Ebbe lehet valami, hogy hazafelé már elviszi, csak most még egy kicsit feszül ezen az ember. Mert lehet. Jó, most lehet. Morning Show. Na végre, hello. Jó reggel, ciao. Jó reggel. Anna, elvitted a papírt? Ja, megírtad. Hello, nem írtad alá? Hello, Norbi vagyok. Norbi, hello. Ugye kértük, hogy írjanak SMS-t azok, akiknek rosszul sikerült a péntek 13. Így van. És olyat választunk, majd azt írtad, reggel felkeltem, kificamodott a bokán, kicamogtam a fürdőbe, eldurrant a csap, felmostam, erre becsipődött a derekam, de nem ez a félelmetes, hanem például egy medve. Ez bizony. Teljesen beteg SMS. Ez igaz? Igen, persze, így történt. Komolyan? Becsipörődött a derek? A medve nem volt ott. A medve nem volt ott. Hát Norbikám, akkor ezzel te lettél a nap hallgatója. Ha ilyen szerencsétlen ez a péntek 13 neked. Jó? Rendben, köszönöm. Köszi. Hol hallgatsz minket? Azt nem mondtad. Budapesten. Nem András tesója vagy? Kicsit a hangja olyan. Ki az ott András? Igen. Ja. Jó a kérdés, igen. Figyelj, örülsz?
Persze. Persze. Uh-huh. Jól van. Oké. Okay. Köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ciao. Nincs mit. Hello. Csavikám, remek zenék? Minden csak tényszerűen. Hát mi mást hozhatnék egy ilyen reményteljes hétvége előtt? Na. A Magna Cum Laude énekel arról, hogy amikor ők 18 évesek voltak, akkor hogy talált rájuk a szerelem, amikor így jön a tavasz, és gyönyörű idő van, tényleg ilyen tavaszi feeling lesz. Jó kis hétvége elé néznek. Andrásik, úgyhogy a Magna Cum Laude klasslágere most nekik szól. Te a hőmérsékletésén. Csak így romantikusan. Egyébként tényleg jó, azt mondja, boldog házasságban élek, van két gyermek, nagyon irigy vagyok azonban most Anitára és Andrásra. Tehát hogy ez még azoknak a fantáziáját is megragadta, akik egyébként boldog párkapcsolatban élnek, hogy a francba azért ez egy jó kaland. Egyszer egy ilyet az embernek át kell. Hát ez egy gondolat. Át kell élni. Ez az biztos. Persze, hát ezt egyszer ki kell próbálni. Mi a recept, Feri? Lyukas csont. Ezzel játszottál gyerekkorodban, de mi a recept? Is, de ez a neve neki, osszobukó. Osszobukó. Azt így ismerik, az olasz kulinária fellegvára, amiért bármire képesek vagyunk férfiak. Ez ugye egyébként borjúlábszár, csak így magyarul rosszul hangzik, vagy nem hagynám, rosszul hangzik, másképp hangzik. Már fönn van a Facebookon, leírás, kép, minden ott van, hajlát. De jó. Tök jó, nagyon film, isteni. Ja, és még egy SMS így búcsúzó, ahol valaki írja, nagyon irigylem Anitát, még soha nem voltam Székesfehérváron. Köszönjük az SMS. 10 óra van pontosan, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, hétfőn 9 óra után jövünk a részletekkel, viszont mi már 6 órakor kezdünk. Szép hétvégét, szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébred.